Az az igazság, nekem nincs most kedvem után. Jaj, adásban vagyunk, jaj, észre se vettem. Jó, biztos. Kezdünk lassan. Bebe. Mi? Azaz, a Hotel Végtelen. Gábor, most a Bang Bang. Azt hittem Gang Bang lesz. És akkor kikapcsoljuk a kamerát. Elképesztően jó a humorod. Gang Bang. Hát mikor mind a ketten megizeljük a Viorát. Ez királyére külön szóval. Hát ez a Gang Bang. Üdvözöljük a most bekapcsolódókat. Jaj, ti most a rádiókút hallgatjátok a 99,5-ös megahertzen. A műsor az 19 éven felüliek. Ha nem 20. Ajánlott. Egy hiány 20. Igen. Ne legyetek tiszteletlenek. Bocsi. Kérj már bocsánatot, Tapló. Ne haragudjak. Oké. Okay. Mit képzelünk magunkról? Kik vagyunk mi? Keressük mi a bajt? Hátba vágjuk magunkat? Mert ha keressük, megtalálhatjuk. Összeszedjük a fogunkat? Te Gábor, ne szóljak be, mert úgy csak berúgom magam. Na, vigyázzak, vigyázzak, ne szóljak be én se. Mit képzelek én magamról? Normális vagyok? Nem igazi egy éjszaka, ha nincs kivel vitatkozni, ki melyik oldalon alszik. Hotel Végtelen. MG Kálmán és Viora rendhagyó társkereső műsora. Minden kedden este 10-től éjfélig. No, hát akkor kezdjük a műsort most, a Hotel Végtelent, amit a Rádió Kun hallgattok éppen. Kun. És mivel szoktuk kezdeni, ez mindig vicces, tudom. Mivel szoktuk kezdeni a műsort? Azzal, hogy elmondjuk, hogy van egy honlapunk, ami a www.hotelvégtelen.hu, illetve mostanában azt is beszoktuk mondani, hogy a Facebookon is rajta vagyunk, minél többen jelölgessetek minket. Azzal hogy... szoktuk kezdeni, hogy én megmondom magam, kiskálvám. De várjál, most, hogy itt volna a bemutatkozás, ja. Csak mi amatőrök vagyunk. De mert azzal szoktuk kezdeni, és akkor utána majd a nem, törvény. Mindig elfelejtjük a bemutatkozást, nagyon akkor ebből később de nem mindig probléma. Én szeretem, hogyha tudják, hogy kivel állnak szemben. Na, kivel? Ennyi év után még mindig félnek tőled. Hogy... Az előbb már megmondtam. Jó, akkor én nem zsí, sziasztok. Én meg a többiek. Szervusztok. No, tehát... Tizedes és a többiek. Molnár egy Ferenc, ugye már. Na, Facebookon rajta vagyunk, tessék minket jelölgetni, mi is, mint személyek. Hogyha te milyen néven vagy fönn? Ellen Viora néven. És te? Én? Te Kiskálmán. Az igazság, ha ezt mi így más? Beírjátok, hogy Kiskálmán, akkor sajnos ki fog dobni körülbelül 600 Kiskálmán. De már dolgozol, akiknek hogy... innen igen. Üzenem, hogy változtassanak nevet. Írt három esetre a nevedet, azt a erre még sosem gondoltam. Ugye, de utólag át lehet írni? Persze. Tényleg? Vagy Hálmán, vagy valami. Nem, hogy Kis Anyi lennék, akkor lehetne három essel. Kis Anyi. Na? Mint a Kis Manyi. Csak... Üzennének, hogy Kis Anyi. Kis neked annyi. Van két. A Hotel Végtelen az rajta van, arra úgy könnyebb rákeresni szerintem a Facebookon, és ha már az megvan, akkor onnan már be fog dobni minket is. Van két blogunk is. Gábor, légy szíves. A te blogod. Nem mindannyiunk. Jó. Hotelvegtelen.blog.hu, úgy tudom, és kultrans.blog.hu. Bravo. SMS számunkat mondom. 70-es, 70-60, 995. Ide várjuk mind a témával kapcsolatos SMS-eiteket, mind pedig a társkereső jellegűeket is. De úgy érted, hogy az SMS-e? Így van, pontosan. Nagyon jó. Mikor van az ismétlés, Gábor? Szombat este, 10-től. Meddig? Hát a végig, 10-ig. 10-től 10-ig, 24-ben nyomjuk. No, mi lesz ma a témánk, Gábor? Ma az, ami nektek egy nagyon fontos tulajdonságotok, egyről én vagyok kivétel, a tiszteletlenségről van szó, lesz szó. Uh-huh. Természetesen, hogy a honlapon is olvashattátok, hotelvegtelen.hu. Lasszó. Nem csak a lasszó. Nem csak a párkapcsolati aspektusban, ahogy te fogalmaztál, hogy általánosságban a tiszteletlenség, ami nekem egy nagyon testhez álló téma, mert én gyakorlatilag senkit nem tisztelek. Tehát... A tiszteletlenség hiánya a tisztelet? Igen, végül is, ha így veszük, ezen a logikai vonalon tovább fejlődve. Hát nincs benned egy csepp tiszteletlenség, sem mondja. Igen, vannak emberek, akik nincsenek megáldva egy szikrányi tiszteletlenséggel sem. Mindenkit tisztelnek, mi? Igen. Nos, én nem tudok senkit lenne. Igazából tisztelni, azaz biztos vannak lények, akiket tudnék, de... Lények. De ezek közt azért kevesebb az ember, mint az állat. Aha. Aha. De minket azért tisztelsz? Hát a magam módján igen, természetesen. De miért tisztelsz minket félelemből? Hát vagy függésből, félelem, anyagi függésből. Anyagi függés, meg hát nem is tudom, szóval jobb a békesség alapon. Tudod, hogyha nem tisztelsz véged, akkor elvágunk. Bounty csoki, annyi. A túlzott tisztelet az a mézes mázosság?
Nem. A túlzott tisztelet az a segnyalás más néven. Tehát ilyen alázatoskodás. De most már régen volt ilyen, de főleg munkahelyi vonatkozásban szokott előfordulni ez a, ugye a főnököt mindenki hát olyan szinten tiszteli, hogy az már megalázó. Rajong érte. Hát a rajong, nem is tudom, de a szemében mindenképp jó. Hogy van a főnök úr? Feladhatom a kabátot, meg főzhetek, meg hoztam neked ajándékot, mögötte meg beint. Szóval a tiszteletnek van egy ilyen virtuális formája. Tehát ezt komolyan nem is gondolhatja senki. Én azt furcsálom, hogy egy ilyen vezetőbeosztásban levő ember, mondjuk egy cégnek, valamilyen kisebb cégnek a vezetője, és tudja, az összes alkalmazottja, akik látszólag csak azért tisztelik, mert ugye ő a főnök, és ezt ő tudja is. És egyszer nem zavarja. Engem annyira zavarna valaki csak azért, ha valaki egyáltalán tisztel valaha, vagy tisztelt valaha, csak azért, mert hogy valami érdeke fül, ki ne rúgjam, vagy magasabb fizetést adjak. És hogyha a te életművedet tiszteli valaki. Hát tehát elismeri a munkásságodat, és tisztel. Az jól esik. Az jól esik. Na, hát akkor mégiscsak szükséged van a tiszteletre. Nem mondom, hogy szükségem van rá, ez nem opció, tehát nem kívánhatom meg, hogy tiszteljenek. De jól esik, ugyanakkor te vagy annyira arcátlan, hogy másnak ezt nem adod meg. Tehát neked jól esik, ha tisztelik a munkásságodat, tisztelnek téged, mondhatni elvárod, de másnak te ezt nem adod meg. De vannak emberek, akiket bizonyos teljesítményükért tisztelek. Alapjában az egyik levélírónk azt írta, hogy ő mindenféle teljesítményt, ha valaki jól csinálja, azt ő tiszteli. Én csak olyanokat tudok, akik olyan teljesítményben jók, ami engem is érdekel. Tehát most egy focistát én nem fogok tudni tisztelni, mert rohadtul nem érdekel a foci. Nyilván nem tudok tisztelni egy motorversenyzőt, egy pilótát. De egy zenész? Egy zenész például már nagyon. Filozófust? Hát azt adjuk. Írót? Írókat például tudok. Tehát minden olyasmi, amiben esetleg én is csináltam már valaha valamit, és tudom, hogy milyen nehéz megcsinálni, vagy jól csinálni. De hogy a filozófiára ezzel a filozófia mondtad, az kicsit távol állt velem. Matematika. Például sportolókat nem igen tudok tisztelni. Pedig biztos, hogy óriási teljesítmény van mögöttük, de még boxolókat sem? Boxolókat, azokat mindenki. Na hát akkor rögtön megcáfolodott az elmélet. Na, az nem sportoló. Egy perc nem telt. Igen, sportoló, az boxoló. Gábor elkezdte úgy az adást, hogy ő senkit és semmit azt nem tisztelt. Aztán sorolja, kiket. Majd még elkezdte sorolni. Nem azt mondtam, hogy csak vannak ki lehetett emberek. Húzni. Igen. Nem, azt mondtad, hogy több állatot tisztelsz, mint embert. Ehhez képest azért itt vannak a boxolók, akik tisztelnek mindent. Mondjuk szerintem fél tőlük egyébként. De te, aki most, erősebb, ha most ez egy olyan média lenne, ahol kiforgatjuk a valóságot, akkor így adnánk hírt a Gábornak az előbbi megnyilatkozásáról, hogy Maj Gábor senkit nem tisztel, kivéve a boxolókat. Nem. És még néhány. Az elején hibásan fogalmaztam, de jót akartam mondani. Uh-huh. Valaki azt írta, hogy mindenkinek megadja alapból a tiszteletet, mert azért minden embernek jár, és akkor ezt le lehet rontani. Azt hiszem Hobbitlány írta, vagy valami hasonló jellegű levélírom. Ugye, megnézzük. Na most én alapból nem adom meg a tiszteletet senkinek, teljes mértékben semleges vagyok. Tehát hát igazából tisztelem nem. De azért ember számba veszem. De az nem tisztelet. Az, hogy ember számba veszek valakit, de van mi a tisztelet. A tisztelet az valami, ami megkülönbözteti a többi embert, és részemről. Mindenkit egy fenntartásokkal kezelek. Tehát ha nem ismersz hát valakit, akkor nem tiszteled, hát de hogy viszonyulsz? Semlegesen? Ugyanúgy, mint bárki más. És igen, de más lehet, hogy úgy nevezni, hogy ez tisztelet, amit te eszközölsz, csak máshogy nevezed. Hiszen hogyha mindenkinek megadod az alapvető udvariassági formulákat, akkor lehet, hogy ez már egy tisztelet. Mindenki tiszta lappal indul, ha így mondhatjuk. Na nem tehát biztos, mert feltételezek se rosszat, se jót. Figyelj, ha nem ismerem, akkor pláne nem. Tételezzük fel, hogy vonaton utazol. Igen. És hát ott jönnek, mennek az emberek, senkit nem tisztelsz, de nem is vagy tiszteletlen, tehát úgy semlegesen viszonyulsz, majd belép a kupéba. Kupéba? Hoppá, már tudom, miről lesz szó. Ajaj. A kupéba belép egy boxoló. Igen. Tessék helyet foglalni. Akit nem ismer. Hát de látod, hogy úgy van öltözve. Úgy jön a batuszba. Itt betáncol. Tehát nem ismered, mégis tisztelni fogod, na? Nem hinném, hogy tisztelni fogom, mert bárki felvett boxoló ruhát, attól még nem lesz boxoló. De azt boxoló. Mondtad, hogy a boxolókat tiszteled. Azokat igen, de az nem a ruhájukon múlik. Nem, hát és én űrrajos ruhában járok, akkor űrrajos vagyok. Nyilván, hogyha látod, hogy boxolónak van öltözve, akkor boxoló. Hát tényleg igazad van. Hát miért? Te például MG-nek vagy öltözve. Ja, és hát ha izének öltöznék, indiai táncos. Na jó, de ha Kiskálmánnak öltöznél, akkor nem nézne senki MG-nek. Nem, akkor Kiskálmánnak nézne mindenki. Látod. Tehát, ha valaki boxolónak van, tovább nem boxolom magyarul, maradjunk ennyiben. Mondom, a sportesítmény közül, jó, hogy mondtátok, a
küzdősportokban, de abban is inkább csak a boxban. Sakkozókat? Mit? Ez nem sport. Dehogy nem. Mi? Sport? Hát szellemi sport. Ja, hát Gábor, a sport az nem csak arról van szó, hogy minél nagyobbat ütünk. Izomerőből. Olyan, mint a sós édesség. Mi az, hogy szellemi sport? A sport az mozgás. Hát ne az agya mozogjon. De például nem hallottál még versíró versenyről? De. Nagyon, nagyon komoly sport. Lehet, hogy olimpia lesz. Persze, sőt. Tényleg miért nincsen ilyen szellemi olimpia? Van. Igen. Van, csak a túlvilágon rendezik, érted, szellemi. Nézzük az üzeneteket. Nézzük az üzeneteket. Pár hetem most már, amióta van Facebook fiókunk, lehet oda is üzeneteket küldözgetni. És most ebből fogunk szemezgetni. És arra mindannyian válaszolunk. De oda szoktak üzenni abban a Facebook fiókunk. Mint például most is. Ha megnézed. Ugye a témához hozzá lehet szólni. Én is bele akarok abba menni. Azt érte nekünk Banok, hogy a három rocker a tiszteletről fog dumálni, kicsit szürreális, de meglátjuk. Na most ebből egy nem biztos, hogy rocker. Igen, a Gáborral gondok vannak. Én popper vagyok. Aztán na csöcsvihar, tökfejűek, respekt, ha-ha-ha, ezt Pánk írta. Csöcsvihar. Aha. Csöcsvihar. Jó estét az uraknak, hogy én azt hiszem tisztelettudó vagyok mind a jányokkal, mind úgy a többiekkel. Az alázás ebbe benne van például a kapcsolatokban. Ha igen, akkor ehhez tudok mondani, én elvárom, ha én az vagyok, akkor legyen velem is pókember. És nem tudom, alázás, alázatosságra gondolsz, pókember, vagy hogyan? Na, hát hogy megalázol valaki. Mert hogy ő abban benne van, hogy őt meg vissza. Persze, ezzel mindegyen vagyunk. Persze, egy ilyen kölcsönös kis alázgatás ebből hát benne van. Gumicsizma, ilyenek, a mai korbács bilincs. Ez megjöttél pókember, na mi van? De pókember. Nem most bókember. Jó, hogy egyből a nevével viccelődött. Ezt nem én találtam ki. Na köszönöm, minden a bókember. Tehát az alázásra, majd térjünk erre az alázásra, mert azért lehet valakit tisztelni, úgyhogy megalázod. Hű. Bizony. Valakit azt úgy tisztelni, hogy megalázod. Írták még nekünk, hogy tisztelni nem csak személyeket vagy lényeket lehet, hanem például a Balaton. Hát... biztos. Uh-huh. Ja, igen, van nekem is ez a dal, nekem a Balaton, a Riviera. Tehát ott fölemeled egy szinttel, és Riviera szintjére emeled. Természeti igen. Tárgya, tereptárgyakat, meg ilyen jeles. Tereptárgyakat. Ezeket hogy lehet tisztelni? Hát de hogyha úgy veszük, akkor minden ember egy tereptárgy. Tehát, hogyha megfelelően rövid ideig nézel egy embert, akkor az mozdulatlan. Tehát igen. Tulajdonképpen... vagy te vagy villámgyors. Képzeld el, hogyha a megfigyelő az egy ezred másodpercig él. Elég hamar. Tehát annak a megfigyelő... annak a megfigyelőnek a szemében te egy mozdulatlan, nagy böszme állat vagy. Szóval annak a megfigyelőnek a szemében semmi nem lesz. Na, srácok, lányok, ez lesz a mai témánk, a tisztelet, illetve a tiszteletlenség. 70-es, 70-60, 995, ez a Hotel Végtelen. Az. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Itt vagyunk ismételten veletek! Jó a hangulat! Hát egyszer beadja adásba végül. Nekünk annyi. Ha tudtok szájról olvasni, akkor a radioku.hu-n van webkamera, úgyhogy hajrá. De hol? A tisztelet ott a mai kell témánk. Nyomkodni, ugye? Nem tudom pontosan, hogy hol van, mert mindig műsort vezetek, amikor nézzük magunkat. Azt amit akartok, komolyan. Jaja. Felmentek szóval, a holnapra, meg az internetre. A tisztelet, illetve a tiszteletlenség a mai témánk, SMS számunkat. Mondom, 70-es, 70-60, 995. Nézzük az üzeneteiteket. Hali, én tényleg tisztelem a főnökömet, mert rendes úr, aki sok mindent elért az életben, de mégsem megjátszós. Üdv, lócsök. Lócsök. Uh-huh. Na most gondolom a szakmájában dolgozik az illető, vagyis hát lovardában dolgozik szakmabeli. Azért ez valóban lehet tisztelni valakit, hogy sok mindent elért az életben, csak mondjuk, ha nekem bemutatnak egy építési vállalkozót, aki mondjuk milliárdos lett abból, hogy milyen szép házakat épített, és engem konkrétan mondjuk nem érdekel az építészet, én azt mondom, ez egy ügyes ember, vagy jó üzletember, ezzel vagy jó már építész. Tiszteled? De nem. Hát de. Ez egy ügyes ember, ez egy tehetséges ember, egy jó építész, mondom, tehát mindenféle jelzőket rá. Na jó, de hogyha a főnököd, akkor esetleg látod az ő napi küzdelmeit. És azért van alapot tisztelni, hiszen látod, hogy akkor mit visz véghez. Definiálom a tiszteletet, hogy értsétek, hogy miről tehát van. A tiszteletlenség a mai témák, de definiáljuk. Tehát a tisztelet számomra az, ha valakit többre tartok magamnál.
Ennyire egyáltalán egyszerű. Nem igaz. Hát számomra az. Hát akkor, akkor te például minden boxolót többre tartasz magadnál. Hát, na most elgondolkodott egy pillanatra. Azt is, akit kiütnek, és tényleg csak ilyen... Azt is, mert egyszer egy boxolóval beszélgettem, és egy kicsit... Mert nem sírjam. És tudtam, hogy mit kell kiállni. Hol beszélgettél te egy boxolóval? Mentél valami meccse, és akkor... A sportcsarnokban még annak idején. Uh-huh. Voltak ott ismerőseim. De tehát, hogy volt ez? Tehát így a ringben oda kiáltotta, hogy beszélgessünk, nem, vagy megvártad a végig? Nem, edzésen, hát barátom volt az illető. Barátod? Persze. Ja, értem. Nem sok sportoló barátom van, nem. És mit mondott a Kokó? A Kokó? Semmit, nem tudom, vele még nem beszélgettem. De nem de csak a volt ez a van boxolóan. Hiány, egy no-name. Hát egy sima egy boxoló kiáll. No-name. Ez egy Magyarországon bejegyzett név. No-name. Szabó no-name. Kovács no-name vagyok. Nem, hát egy boxoló ez volt. Ez olyasmi lett, mint a Pánk. Hát gyerekek, hát elment egy egyesületet boxolni, egy fiatal srác, és beszélgettem vele, de nagy dolog. Jó, furcsálom. Na mindegy, menjünk az üzenetekkel tovább. Azért a tiszteletet sem kell túlzásba vinni, nehogy becsicskulás legyen. Ezt igen, elvégtelenre írtam. Mi a határa a tisztelet meg a becsicskulásnak? Mit jelent az, hogy becsicskulás? Tehát a túlzott tisztelet adás? Hát igen, ami, mondjuk az, hogy én tisztelek valakit, mondjuk egy zenész. Na, ez a becsicskulás nem azt jelenti, hogy a sorban magam elé engedném például. A becsicskulásban azért tényleg valami számítás ott van, és én valamiért, pusztán azért, hogy jóba legyek veled, mert azt gondolom, hogy nekem ez hosszú távon jó, tényleg, hát nyalizok, tehát ez a, ha én egy ilyen nyalóka vagyok, akkor ez nem ugyanaz, mint én tisztelnélek, mert lehet, hogy a hátad mögött megvetlek, az és köpök van. Rád. Ez így van. Na, de... Tisztelet, szerintem egy tisztelet mögött egy valós teljesítménynek kell lennie. Nem hiszem. De. Hát számomra kéne, hogy legyen. Kéne, de hát ez lehet illúzió is, tehát előfordulhat, hogy téged valaki jó, átver. Csak azt hiszed. Igen. Vagy nem is kell, hogy átverje, hanem te beleképzelsz valakiben olyat, ami nincs is benne. Tehát, hogy mondjuk... Vasvilla. Egész életedben tiszteled Neil Armstrongot, hogy ő ott volt a milyen Holdon. Milyen jó szakszofonozik, és közben ő a Holdon volt. Tehát, és így már nem is érdekes. Na például az, hogy valaki volt a Holdon, aztán ez kiderül, egy szép dolog, megnézed, de mit érdekel az engem? És utána megnézed a disznóverő csatornán, hogy aztán nem is volt a Holdon. És akkor így szerte foszlik a tisztelet. De kicsit összekevertem a szakszofonost az űrhajossal. Mert hogy nem lobog az ászló, meg ilyenek. Életszerűbben kéne ez a dolgot felfogni. Hát, hogy mondjam, ha valaki, mondjuk állok sorba a lángosütőnél, mint kezdtem, és valami olyan ember jön, akit én nagyon tisztelek, ettől még nem fogom magam elé engedni. Oké, akkor tegyük fel azt a példát, hogy van egy együttes, amelyik a te kedvenced, és Magyarországra látogat. Igen. És te isteníted, imádod az énekesét, mert... Melyik a Pákóben? Tetszik neked, ahogy ő mozog, ahogy énekel, egész egyszerűen mondom, szereted. Ez a Pákó lesz. És tegyük fel, hogy téged, mint rádióst meghívnak erre a rendezvényre, ahol összeverekszel vele. Na. Akkor a tisztelet elszáll, vagy utána, hiszen a teljesítménye megvan. De miért verekednék össze? Tök minden, mert belét köt. Ja, a rohadék. Hát attól még ugyanúgy tisztelem, mint énekes. Tehát odamész, nyáladzol, és akarsz kérni egy autogramot. Jaj, Axel, írd alá, dír! Megkéred, hogy írja körbe a melbimbódat, és meg úgy fogad téged, hogy na mi van, szararcuk. Hát nézd, ha összeverekednék, kicsit abszurdnak talán, de mondjuk egy... Nem, ez tökéletszerű. Általam tisztelt, és magasra tart a zenésszel, mit tudom, Rob Halford, tök mindegy. Vele összekapnék, és... Hát te nem. És elkezdenénk verekedni, attól én még ugyanúgy szeretném a Judas-t, és ugyanúgy szeretném. Imádlak, Rob! Nem, de verekedés közben nem mondanám, hogy de szeretlek. Rúgnám, vágnám, meg ő is engem, gondolom aztán. Akkor... Rob, hogy dögölnék meg! Tehát a király tisztelet... voltál a Judasban, de ezt a pofont, ezt le kell kevernem, ugye vágod. A tisztelet és azok a cselekmények, amit a hétköznapi életben iránta esetleg megteszek, vagy nem teszek, számomra nincs összefüggésben. Tehát ha a köztársaság elnök úr a zöldségeshez belépne, valószínűleg nem mondanám, hogy legyen szíves elém állni, mert nem sietek. Jó, de ez nem a tisztelet jele, hogy te magad elé engedsz valakit, ez udvariasság. Nem. Hát akkor ez az erőm az összes embert magam elé engedhetném. Miért? Hát mert az egyik öregebb, a másik csúnyább, a harmadik szem. Akarod, persze, de nem kötelességed mindenkivel udvariasnak lenni. Senkivel nem kötelességem, és persze, a udvariasság és a tisztelet az nem függ össze. Hát ezt mondom, hogy amit te mondtál, ez nem tisztelet. A tiszteletlenség az udvariatlansággal összefügg? Valamennyire szerintem ez a kettő jobban, mint a pozitív. Mert van, aki annyira tisztel valakit, hogy mikor meglátja, azt mondja, úristen, tessék ide elém, adja, leveszem a kabátot. Amiről te beszélsz, ez a rajongás. Hát, az hasonló.
hasonló. Az a tiszteletnek egy kicsit, nem. Kicsit túlpergetett formája. Azért nem, mert én tisztelhetek valakit úgy, hogy egyenrangúnak érzem magam vele. Tehát, hogyha én elismerem a te képességeidet, a te tudásodat, attól én még gondolhatom, hogy mi egyenrangúak vagyunk. Míg, hogyha én rajongok, érted, akkor azt gondolom, hogy te fölöttem vagy. Van ebben valami ráció, valóban. Ezért vagyok én itt a műsorban. A rajongó egyébként olyan, aki a rajongás tárgya, bármit csinál, tehát akármit csinál, arra nem tud rosszat mondani. Tehát azt mondja, hogy igen, megizélte a nagymamáját, akkor is imádom. Tehát, jó, hogy is esett neki, akkor is bármit csinál. Az én nagymamát is megizélte. Az egész családot. Egyre jobban szeretem. Akkor is rajogok érte. Na ez a feltétlen nélküli ilyen őszinte, mit tudom én, majomrajongás, tehát ez már számomra okay. Abszurd. Vegyük azt, hogy mondjuk egy randi helyszínen mi lehet tiszteletlen? Az lehet tiszteletlen, hogyha mondjuk a férfi nem húzza ki, meg rakja be a széket, vagy nem veszi le a kabátot a nőről, vagy micsoda, vagy előbb rendeli a kaját, mint ő. Vagy nem rendel neki. Vagy fizettet vele, nem, egy kört. Vagy olyan van, mondjuk bemész egy ilyen prezsóba, ahol van az asztal körül, van egy ilyen kis fotelszerűség. Egy bőrös fotel, meg egy ilyen hokedli. És akkor te rögtön leveted, félrelököd a nőt, azt leveted magad a fotelba, és ő meg ül a hokedlin. Ezt már fel lehet fogni tiszteletlenségnek. Tehát az első körben illik egy kicsit. Beleeszel a kajájába, az tiszteletlen. Ja, például. Vagy hogyha mondjuk nem olyan szavakkal illeted, ami mondjuk elvárható. Ezt hogy érted? Hát ahogy mondom. Az jó csöcsöd, vagy ilyesmit? Hogy nem is erre gondoltam. Na, elsősorban, például. De mondjuk ez is lehet, hanem mondjuk mondjuk azt mondja, hogy múlt héten voltam nyelvvizsgán, de sajnos egy ponton múlott, hogy sikerült, és sajnos nem sikerült. És te erre azt kidőlegedes, hogy azért tök fej vagy. ennyire buta vagy. Na, hogy mondják németül azt, hogy slussz? De az például tiszteletlenség, az például számomra még üzni. Hogy mondják tőle? Hát slussz. Ja. Tehát, hogy valaki összefut egy nővel az első randin, és megállás nélkül összefut az első randin egy következetesen. Nővel, ott vagy az első randin, és összefutsz egy másik nővel, és azt mondod, hello. Tehát következetesen cicámnak, vagy mókuskámnak, vagy cunci mókus. Valami hasonlónak szólítja. Felteszem, ha a nő elég jól nevelt, akkor egy idő múlva pendíti csak meg, hogy talán mégse kéne ebbe a megszólításba belemerítkezni, majd esetleg tökikén. Hogy visszaadja. Ez az tiszteletlenség, mikor valaki olyan szinten próbálkozik egy másikkal kommunikálni, ahogy ezt egy valamilyen szintű kapcsolattól lehet csak elvárni. Tehát ez nem úgy jön első alkalom. Szóval megismerkem az utcán egy hölgyel, itt ha megkérdezem tőle, mennyi az idő, akkor nem azt mondom neki, hogy egy kis csaj, mennyi az idő. Mondja szépen Gábor apukcinak, hogy... Na mi van, csöcsös van orrá? De van, hogy például úgy jönnek oda hozzám az utcán, hogy főnök meg tudja mondani, mennyi az idő. Ne a hajlékonyakról beszélgessünk, azoknak mindenki főnök, hanem... De most tényleg. Hát de tényleg. Tehát akkor ugyanígy miért nem mehetnél oda te egy nő? Főnök azt, hogy mennyi az idő? Hogy miért? Nos, asszony, Kiszti Hand. Nem, hát azt, hogy asszonyom, hogy ilyesminek szólítom, ez maga nekem nem jön ki a számon. Tehát asszonyom. Ez ilyen. Annyira szar ki van egy nőnek, hogy asszonyom. Hát mi lenne az asszonyom? Egy ilyen 24-5 év körüli lányhoz, és mondod neki, hogy asszonyom. Meg tudnám mondani, mennyi az idő. Hülyének fog nézni. Bár lehetséges, hogyha valamilyen egyházi iskolából mászott ki, akkor még tetszik is neki a dolog, de ez a régi módiság és a tisztelet azért nem függ össze. Na nézzük az üzeneteket. A papot miért hívják tiszteletesnek? Ezt én tudom, Süsű a sárkány óta hívják így, mert ugye ott volt egy olyan sárkány, aki megette a katonákat, és akkor így mondta, hogy tiszteletes most. Nem jössz katonáltes. Hú, de szerencsétlen szarvic volt. Elnézést, erre futja ma. Papot azért hívják tisztelendőnek, mert őt kell tisztelni. Tiszteletesnek. Igen. Összekeveritek, akik becsicskulnak, sokszor inkább félelem tartás a másiktól, mint tisztelet. Hát valamilyen érdek. Tehát nem feltétlenül félelem, hanem azt gondolod, hogy most úgy tiszteled, mert most ő a főnököd, és akkor majd jól használod, és egy idő után te leszel az ő főnöke. Hát valóban És akkor elvárod a tiszteletet. A becsicskolás valami érdek folyamatot. Vagy félelem, vagy valami anyagi haszon, vagy bármi. Azon gondolkodtam, hogy a rajongásban is, tehát hogyha valakit szeretsz, abban is van önzőség, meg abban is van számítás, meg ha te rajongsz valakiért, ez nem igaz. Mondjak ellen például. Ez nem jó érvek. Annak idején a Petőfi csarnokban dolgozgattam, és voltak különböző klubok. És például klubok. Volt, igen, minden nap volt valamiféle együttesnek ilyen klubja,
És volt például Depeche Mode klub, ami minden héten, mit tudom, hogy melyik napon volt, és ott a videók mentek. Tehát bejött a tömeg, fekete lámpák, mindenki feketébe volt öltözve. Fekete lámpa, az minden milyen? Fekete volt. És akkor lentek Depeche Mode klipek, amiket a tömeg általában lányok, nagyrészt lányok néztek. Mindenkinek volt egy olyan zenész, aki mikor meglátott, akkor neki előírásszerűen sikítania kellett ott. És te melyiket választottad? Én háttérben álltam, és a fülemben csikkek voltak, hogy ne halljam az ordítást, de a lényeg az, hogy... De onnan megvolt valaki ebből a közösségből? Hát, mit tudom, de nagyon régen, elég volt, bevallatott, most 30 évvel ezelőtt, most kitart a számon. Nem, 30 éve volt, de megvolt. Na mindegy. És akkor megkérdeztem az egyik lányt egyszer egy ilyen értelmesebbnek tűnő arcot, hogy... De figyelj már! Te most rajongasz ez az ember, hogy visítasz? Azt mondja, hát a legnagyobb rajongó. Miért lennék itt? Hülye vagy? Na most te meg azt mondtad, Kálm, hogy a rajongónak valamiféle érdeke van. Igen. Hát neki mi érdeke volt, hogy mikor... Azt, hát közösséghez így tartozhat. Hát, akkor is rajongott volna, egyedül lett volna. De hát otthon azt nem lehet, Tamás. Szereti. Otthon is sikít. Azt nem várta, hogy Gehennesz csak kilép majd a vászomból és alávágtás. Persze, nem, de az nem, ő életében fontos. Például az ő életében az a zene, az meghatározó, és ő úgy érzi, hogy az ő életét ez a zene építi, ez az ember, ettől függ az ő élete. Tehát, hogy nem lesz rajongó, akkor az élet egy nagy nulla. Hát igen, lehet, hogy így érzi. Hát, tehát, hogy mindenképpen... Vagy, hogyha szeretsz valakit, egy rajongó típus az mindig keres rajongás a tárgyának valakit, vagy valamit. Igen. Hát így a rajongó típus, így még nem hallottam definiálni hát, ez egy típus, ez egy ember típus szerintem. Tehát van, aki rajong, van, aki nem rajong. Attól te még szereted. Nem, szerintem te nem vagy rajongó típus, mint hogy szerintem én sem. Tehát én azt gondolom, hogy ha találkoznék James Hetfield-el, akkor nem biztos, hogy összepisilném magam, pedig tínédzser korom óta mondhatni, hogy rajongok. Mit csinálnál vele, ha találkoznátok? Mondanám neki, hogy gimme fünf. Gimme fünf. Én pénzt kérnék mindenképpen. Én meg nem ismerném meg. Az az igazság, mert hogy én tudom magamról, hogy ilyen vagyok, hogy én sem tudok így tisztelni, meg nem tudok így beszarni emberektől. Tehát most, ha jönne James Hetfield, akkor valószínűleg kezet fognék vele haverkodni, és akkor tehát úgy, én azt mindig gondolom, hogy el is vagy mindig. És a segére csapnál a büfében? Nem. És tehát én azt gondolom, hogy ezzel úgy leomlana valami, tehát hogy én nem szeretném fölemelni magam az ő szintjére. De ha én találkozom valaki, én nem tudok úgy beszélni valakivel, hogy ez a másik ember érzi, hogy én most alatta vagyok. Ezt nem tudom, észrevette, de már valaha. Soha nem vettem észre. Na nézzük az üzeneteket. Nem mondhatni, fölényeskedő vagyok, és nem szeretnék Hetfield-el fölényeskedni. Nem a megalázásra gondoltam, Vio, és nem engem, hanem az egyik exemet alázta a most már volt barátja, de úgyis szerette. Hát, aki megvan, a pókember, nem a besenyő MG, nekem nem az. Mi? Ja, a bókember, az besenyő. Uh-huh. Na, akivel meg lehet csinálni a megalázást, az a meg is kell. Én azt mondom, aki annyira hülye, hogy nem tudja magát megvédeni, az szívja meg, és akkor már rájön, mennyire sötét. Szerintem a becsicskulás vagy a túlzott tisztelet valamikor kihasználáshoz vezethet. Szabesz üzenete volt. Mármint, hogy kinek a részéről? Hát gondolom, aki kihasználja azt, hogy annyira tisztelik, hogy ezért megcsináltat mindenkivel minden. Na, hát várjuk a véleményeiteket. 70-es, 70-60, 995. Zene utánra egy téma, hogy a kort, tehát az ember korát, mit tudom, 78 éves. Na, ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Kellett tisztelni. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Itt vagyunk ismételten veletek, folytatjuk a Hotel Végtelent. Nézzük az üzeneteket, amiket a Facebookon, üzenetek, illetve a hotelvégtelen.hu-n írtok nekünk. Ja, egyébként adás kezdete óta kettővel több ismerősünk van. Oh. Nagyon köszönjük. Lássuk csak. Bajban vagyok egyébként, mert hogy ugye többnyire normális emberi névvel vannak oda regisztrálva emberként, és nem tudom, hogy mennyire kaptam erre felhatalmazást, hogy ezt beolvassam. Úgyhogy maradjunk a keresztnévnél. Gergő azt írta nekünk, Gergely, hogy a kor tiszteletéről a szomszédom 90 ezer éves néni, aki maga a sátán... 90 ezer éves. Folyton keresztbe tesz nekünk a szomszédainak. Kismillió tervem volt már, hogyan adjak vissza neki kicsit a jó szándékból. Ez tiszteletlenség vagy okos enged, ha már szamár? Nem, most kifejezetten nem arra kéne kimenni a játéknak, hogy tudsz neki törleszteni, mert ugyanúgy lehet egy 20 évesnek törleszteni, mint egy 130 évesnek, tehát...
Igen, de ő most a korát tiszteli, tehát nyilván, hogyha 20 éves lenne, akkor... De hogyha az a néni az gonosz, akkor ezt azért élik visszaadni szerintem. Emberi tulajdonság szerintem függetlenek attól, hogy ki mennyi idős. Jó lenne tudni, hogy mi volt az, ami fölbasztantotta. Hát nem rájújtott a házat, vagy valamit csinált, megmérgezte a kutyát. Szóval folyton keresztbe tesz nekünk a szomszédainak. Hát gondolom, hogy ha zenét hallgat, akkor veri a falat, meg tudod, miért szoktak csinálni ezeket. A falat? Jó. Kusoljon már, meg mi ez az ordítás. Elképzelem, hogy 90 ezer éves néni veri a falat. De nem, az is elképzelhető, hogy tényleg egy olyan határ lép át a szomszéd, amit mondjuk nem kellene, tehát mondjuk vacsoránál bejön és eszik egy falatkát. Vagy az is lehet, hogy, hogy csak a puszta jelenléte idegesít, mint nemet. Életszerű. Nem eszembe jutott. Csak a jelenléte is idegesít. Hát nem kerül valaká, nem kell beengedni. De most miért nem? Mondjuk van kulcs. Ja? Másoltatott magának. Ki kell törni a kezét, az jó van. Nem tudjuk no, Gábor. Hát valahogy meg kell. Gábor olvani. Egy 90 ezer éves néninek nem törhetett ki a kezét. Egyébként szerintem miért? 90 ezer az most túlzás volt ebben a példában. Én hiszen, is érzem. 9 ezer maximum. Igen, mert a 90 ezer éves az azért. Az sok, az nagyon sok. De tényleg nem akarjátok így félrevezetni minket. M. Csaba azt írt a honlapra, hogy azt az embert tudom tisztelni, aki egy vagy több dologban jobb, mint én, jobban tudja csinálni, jobban ért hozzá, hitelesebb benne. De Csabikám, figyelj ide, ha szólíthatlak így. Egy vagy több dolog. Egy orvos biztos jobb az ordításban, a gyógyításban, mint te. Szikét! Ettől még nem kell tisztelni ezzel az összes orvost. A pilóták jobbak a repülőgép vezetésben, ezáltal a pilótákat is mind tisztelhetnéd. Az asztalosok jobbak az asztalozásban, hát ez az erővel az összes ember tisztelheted. De te ugyanezt mondtad. A boxolók jobbak a boxolásban, ezért tiszteled de őket. Nem mindet. Ja nem, minden hát boxolat. Hogy a jó Istenbe tisztelni? Igen, hogy azt mondtad. Azt mondtad, hogy a no-name srácot is tiszteltet. Mondtam, hogy a sportolókat nem foglalkozom, azokat nem tisztelem. De a boxolókat de boxolók közt van olyan, így van. Ja, hogy van olyan. Persze, majd mindet, nem? Hát én ezért tettem fel ezt a kérdést, hogy ha a kupéba belép egy boxoló, akit te nem ismersz, na. Tiszteled vagy nem? Azt írta Holly nekünk, hogy, bocsánat Holly, hogy 3 éven keresztül jártam egy helyre minden nap, amikor beléptem, köszöntem, de igen kevesen fogadták. Aztán egy nap beléptem, és azt mondtam, jó napot kívánok, majd vártam 2 másodpercet, és hozzátettem a bunkóknak is. És akkor jól megverték. Igen, valószínűleg. Kapott egy-kettő mondok egy példát, néha, amikor elmegyek úszkálni, én szeretek szaunázni. Hát ebben nincs semmi, hogy hát az ember beül a szaunában. Nem az a lényeg. Ja. Most a szauna az a hely, ahova beül az ember, 3000 fok van, és akkor ül és hörög. Meg néz a gőzön keresztül. Jaj, de rossz. Nagyon jó érzés, de bejönnek emberek és köszönnek. De bejön egy vadideg. Miért kell egy szaunába köszönni? Azért, mert udvarias nem ilyeskedj, hogyha igen, a liftbe belép igen. valaki, akkor is elvileg persze. kellene köszönni. De az egyházban jó laksz. Napot kívánok. Te az egyházban laksz. Hát ne hülyéskedj most. És akkor megyek ki a szaunába, mondom, viszlát. Igen. Hogyan igaz. Már nevetséges? De most Gábor, itt de Gábor, most de ez az erővel beugrok a medencébe. Gábor, és úszok, és szembe jön valaki, azt mondja, hello, jó napot kívánok, és úszok el mellett, tehát nem? Nem. Benyitsz a szaunába. Figyelj, amikor kicsi helyen vagy összezárva valakivel, nyilván egy medence az sokkal nagyobb annál, mint hogy ott köszöngetni kéne. Na, te területtől függ. Igen. Persze. Igen, mert tudod, honnan eredeztethető ez? Amikor valakit beengedte az intim szférádba. Tehát minden embernek van egy ilyen 1-1.5 méteres gömb, egy ilyen képzeletbeli gömb, hogyha oda valaki belép, akkor annak köszönni köszön. Kell, így van. Persze, köszönjük. Nem ilyen, de tényleg, várjál, a szauna nagyon fontos, Gábor, belépsz, és 2 félmeztelen nő bent van. Köszönsz nekik, vagy nem? Nem. Senkinek nem köszönök. Senki más nincs ott. De hát akkor hogy akarsz velük összejönni? Arról sem akarok nem is köszönök, csak leülsz. Megcsúcsosztatnélek. Vagy... Nem köszönök. Tehát a szaunában oka van egyébként, hogy köszönnek. De hát miért? Mert azért, mert mondjuk, hogyha te például szemüveges vagy, mint ahogy az is vagy, igen? akkor betárásodik. Tehát nem látod, de nem szemüvegben járok a szaunában. Igen. Oké, akkor tegyük de fel, hogy olyan... szemüveg nélkül? Mindjárt megmutatom. Jó. Olyan gőz van ott, hogy nem látsz, a látótávolság radikálisan lecsökken, és azért köszönsz, hogy megtud, hogy van-e ott valaki, és hol, bemérsz, azt mondom, hogy ha-ho, de ki, most ki hol ül? Igen, bemész a gőzbe, ahol ugye mesztelen férfiak szoktak ülni. De nem a szétségbe járok, mint te kámára. Bemész oda, és nem is köszönsz, hanem csak bemész, és leülsz. Simán, na, magam elé dobom, farkam, és csak ülök. Na, mi történik? Semmi, megkezdik. Hát de nem tudhatod, hogy mibe ülsz bele.
Hát a köszönök, na, ezért akkor kell tudom. Köszönni jó napot, és hallod, hogy ha akkor oda nem jössz. Hát, de mondjuk, hogyha valaki súnyi... Hát te már életed a szaunában? Ha valaki súnyi... Hát nem úgy, hogy olyan gőz van, hogy nem lát semmit. Hát de a gőzfürdőbe be viszont olyan gőz van. De a gőzfürdőbe nem járok. Ja, hát azt nem mondtad. Szauna. Azt jó, tényleg nem mondtad. Ja, egy száraz, de meleg, rohadt meleg de van. De finn szaunába jársz? Mit tudom, milyen gyárt milyenbe? Finn. Ja, finn szauna. Igen. Ott ez azért, azért a nem ilyen kavargó közbe mászol. Gábor, akkor ezek szerint ez a következő kérdés, hogy akkor te köszönés nélkül te lesz ellented a szaunát. Én köszönés helyett. Hát, nem. De tényleg ilyenkor szoktál azért ereszteni? Hát én halnék bele elsőnek. Hát, nem hát de ha náthás vagy. Akkor igen. De volt már ilyen, hogy ketten ültetek egy tök jó nő meg te, és valaki szellentett, és nem te voltál az. Volt már ilyen? Nem mondom, Kálmán, szóval ennyiben azért szóval viszonylag tahó vagyok, de azért szaunában csak nem fingom el de a 80 most fokban. Mondtam, hogy nem te, hanem hogy ketten vagytok. Valaki szellentett, és nem te vagy az. Nem emlékszem ilyesmire. És egy átok jó nő ül bent. Nem emlékszem arra, hogy valaki oda galambolt volna. Nem is ez nézzük, a lényeg. Mit köszöngessek én egy ilyesmire? Hát azért, mert mondom, tehát ez mégis egy ilyen intim dolog. Szerintem azért itt most nincsen igazad, hogyha egy ilyen kicsi helyre mész, mert lift vagy sauna, igenis illik köszönni szerintem. Tehát nekem olyan hiányérzetem támadna, hogyha valaki belép, rám néz, és akkor leül oda mellé. Mondom, ez már csak az, hogy a medencébe is beugrasz, és aki elúszik. Oké, és orvosnál váróba bemész, betegváró, akkor ott nem köszön senki. De az orvosnak köszönöm. Hát és mit köszöngesek? Hát nem ismerem őket. Hát de azért, mert ezáltal megismerheted. Lehetőséget őket megismerni, sok beteg ember. Szerintem ez udvariatlan. Tehát, hogy egy kicsi helyre mész be, akkor igenis illik köszönni mind a liftben, mind a szaunában. Közérbe? Szerintem, de hát... Közérbe köszönöm. Hipermarketbe kinek? Jó napot kívánok! Megállok az ajtó, azt... Hello mindenkinek! Itt vagyok! Mondjuk egy ilyen hipermarketet nem sorolnám a kicsi helyek közé. Ilyen kis sarki közébe megyek, persze, hogy köszönöm. De na, minden vevőnek. Mi, hogy egy emberhez megyek oda, aki de alatt nekem. De a vevő társaidnak. Nem. Az eladónak. Ha szaunát üzemeltetni egy ember, annak milyen köszönnék. Milyen a vétel? Na? Jó vételt kívánok. Na, olvasd. Ne sortoljunk egyet. Üzenetek. Nem fogom megérteni azt, aki felháborodva közli, hogy tiszteljem a korát. Egyszer mondtam egy csajnak, hogy amit tagad, abban mit tiszteljek. Tisztelje bennem a fiatalos erőt, punk. Szóval miért kell valakinek a korát tisztelni, akkor az egy olyan dolog, ami független az ember. Tehát nem érdem, hogy ő 113 ehhez éves. Ehhez kapcsolódik, lett. Hogy Huli azt tett, hogy ja, a kora miatt miért tiszteljünk valakit, ő tehet az idő múlásáról. Pontosan. Hát most az... Hát azért, pont, mert... mint a valakinek a születésnapjára ajándékot ez adunk. Ez nagyon miért egyszerű. Én az időseket szoktam tisztelni, és kedvelem is őket, szeretek velük beszélgetni, mert ők tényleg nagyon sok mindent tudnak. Tehát annyi mindent átéltek, nyilván, amit én nem. Tehát információforrás. Mutasson ennek egy olyan idős embert, aki meg se tud szólalni. Itt van most? Hát még nincs. Ja, jó. Gyakorlatilag azért jó öregekkel jobban lenni, mert le lehet szívni az agyát, tehát a tudáshoz hozzá lehet férni. Ja, hogy szóval csicskulsz. Nem, pont ez az, hogy nem. Nem, szóval viccen kívül az, hogy valaki mennyi idős, abban számomra semmit tisztelni való nincs. Abban nem, de amit megért, abban lehet. Azt meg nem tudom, hogy mit ért meg. De hogyha mondjuk... De tudod... nyilván sokkal több minden, mint te. Mert? Hát mert hogy öregebb. Tehát ha dupla annyi idős, akkor valószínűleg, ha nem is dupla annyi, hát de az legalább, nem legalább sok ember 15-20%-kal többet ért meg, mint te. És ebben van valami érdem? Hát persze. Nem mi? Hát már lehet, hogy futnia kellett, meg minden. Lehet, hogy sokkal többet futott, mint te. Szóval, de fordítsuk, hogy megcsináltam. Kicsit komolyabbra. Leszarom, hogy hány éves, hát de mi... tegyen valamit az asztal, és akkor oly mindegy, hogy de 18 éves vagy korát. 88. Hát akkor áttegye le. Azt nyugodtan teheti, ahova akarja, nem érdekel. Szóval nincs jelentőségem sem kornak, sem. A másik a beosztás. Na az aztán, hogy, na jó, de hogyha, hogy valaki nem is polgármester, úgy... vagy képviselő, és hát megválasztották. Jó, ettől még nem fogom tisztelni. Hát mondjuk, ha megválasztanak valakit, akkor ebben már benne van az, hogy mások elismerését jó, kivívta. Hát akkor tiszteljék azok. Tehát akkor nyilván az valamit már elért. Ha nem? Én is megválasztottam, feltétlenül nem törvényszerű, hogy a tiszteletem miatt, mert hogy tisztelem, hanem alkalmasnak látom arra a pozícióra, ha esetleg éppen választok valakit. De ettől még ebben nincs benne tisztelet.
Hát a fogorvos se tisztelem, alkalmasnak találom, hogy kihúzza a fogam, vagy betömi, hát még nem tisztelem. Az ember jobb, ha tiszteli a fogorvosát. Na, hát mindegy, szóval az orvos... Reméljük, hogy a fogorvosod ezt nem hallotta. Ugye? Az orvos se kell tisztelni, mert mit tisztelsz benne? Elismered a szakmai tudását, Gábor, a kezeirben adod lehet magad, az, hogy de... sutyó vagy az orvosoddal, de ahogy mondod, hát az ő kezében van az élet. De ez nem tisztelet, ez megbízás. Megbízom benne, az nem ugyanaz, mint a tisztelet. Lehet, hogy egy otvaros alkoholista esetleg ütiveri a családját. Doktor úr, ettől megbízást kívánok átadni önnek az én egészségemmel kapcsolatban. Most gondolj bele, vannak emberi tulajdonságai nullák, mondjuk. Tehát a családja olyan, amilyen esetleg egy tuskó, vagy olyan életet él, ami számomra esetleg nem etikus, viszont egy marha jó sebész. De egyértelműen, hogy attól nem akkor fogom tisztelni, orvos, nem? Viszont marha úgy vágja ki a karomból a dudorokat, ahogy illik. Vannak dudorok a karomból. Mondtam egy példát. Tisztelet ez nincs, itt néha szakmai meggyőződés az van. Amikor a Gábor túlgyúrja magát, akkor doktor úr, vágjon meg ki néhány dudor. Nem megy bele az ígbe. Hát nem, hogy már új íget vegyek. Én fizetek, jó? Így voltam a gatyámmal régen. Az az igazság, én amikor már túl sokat olvasok, akkor el szoktam menni a sebészhez hasonló megfontolásban. Kiüti a felét, kiszívja? Hát igen, egy-két neuront kapja már ki, doktor úr. Tudja, négy, csak a szokásosat. Felezze le. Jó, amik, amiket te mondtál, különböző szakmák képviselőit, nyilván nem azért tiszteljük, mert hogy ők mit dolgoznak, vagy milyen munkakörben, hanem egész egyszerűen a normális, minimális tiszteletet azt valahol mindenkinek meg kellene adni. Viszont szerintem inkább a tiszteletlenséget vegyük előre. Igen, most a tiszteletet zárjuk le azzal, hogy amit mindenkinek megadsz, az nem tisztelet. Az egyszerűen tudomásul veszed, hogy egy másik ember. Az, igen, az, jó, az alapvető az, tisztelet. Itt igen, ki kéne mondani, hogy a tisztelet, tehát idegenekkel, meg ismeretlenekkel szembeni tisztelet, az tulajdonképpen egy udvariassági nem, forma. Nem, az a társadalomba beilleszkedsz, és tudomásul veszed, tehát hogy a tisztelet. Tiszteletlenség az valóban az arról szól, vadidegen emberekkel kapcsolatban, hogy nem adsz meg neki egy ilyen minimális udvariasságot sem. Tehát egy öreg ember az elvárhatja, hogy te úgy beszéljél vele, hogy tiszteld az ő korát. Ez csak egy szófordulat. Nem azt jelenti, nyugodtan. De ez nem azt jelenti, tiszteld az ő korát, tehát hogy mit tudom én, a házba összetalálkozol egy öreg emberre, akkor ne azt mondod, hogy öreg lánya. Hé, fiú! Hozod ide szépen a fiú, megyek én is, fogd meg az ajtót! Hanem kérem uram, én is mennék. Nem? Miért beszélnék vele? Hát mert hogy mondjuk, nem szeretnéd, mondjuk, hogy elmenjen a lifttel. Ja. Igen, és siet. Hey, akkor nem szeretnéd. Álljál meg! Hé, fiú! Tehát nem így szó, az egy 90 éves ember. Ne szökeljünk be a liftben nagyon gyorsan. Kocogjál ide szépen, Gábor bácsihoz. Fogja csak az ajtót. Na, tehát nem kell pofákat vágni. Jó, és ne ijeszgess, szállja befele, azt húzd meg magad a sarokba. És örülj, hogy nem váglak ki a 8-on. Úgy becsüld meg magad. Na hát ez, hogy ilyet nem csinálsz, ez a tisztelet, a minimális tisztelet. Ja, hogy ez tiszteletnek minősül, akkor mindenkit tisztelek, gyerekek. Na hát igen. Egyébként igen, tehát ez a normális. Az udvariassággal, meg udvariatlansággal. A vadidegenekkel szemben mutatott tisztelet. Jó, maradjunk tehát abban, hogy amit a vadidegenekkel szemben ez egy mutatok, az nem tisztelet, mert... hanem az egy alaphelyzet. Pontosan. Ha ti ezt tiszteletnek definiáltok, akkor tisztelek mindenkit. Na, de na hát... erről beszélünk. Jó reggelt kívánok. De viszont én nem úgy definiálom. Végre egy óra ment el az adásból. Nullától lefelé, tehát a tisztelet a nulla, és antól lefelé az a tiszteletlenség. Én mondjuk, hogy a nulla az a nulla, és ami följebb van, az a tisztelet. De menjünk bele a tiszteletlenségbe. Tök ugyanaz, amit csak te mondasz. Máshol indul az origó. Csak nem, máshogy fogalmazod meg, de ugyanarra gondolom. Igen, ez, no, ez szerintem is csak megfogalmazás. Tiszteletlenséggel jövünk vissza, viszont majd csak zene után. Addig hozzátok fordulnánk, kedves hallgatók, és megkérnénk benneteket arra, hogy írjátok meg nekünk, hogy mondjuk egy randi szituációban volt-e olyan az életetekben, amikor valamilyen tiszteletlenséget eszközöltetek valakivel szemben? Mind a Facebookon keresztül, várjuk az üzeneteket, Hotel Végtelen néven találtok minket, mind pedig a hotelvégtelen.hu-n, mind pedig SMS-ben 70-es 7060 995. A Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 7060 995. No, folytatjuk zenés magazin műsorunkat, a Hotel Végtelent, a 99,5-ös megahertzet hallgatjátok, SMS számunk 70-es, 7060, 995. Nézzük, hogy miget írogattatok nekünk, a tiszteletlenség a mai témánk.
pókember azt érte, hogy volt. A lány oda volt a lovakért, én meg beszóltam egy lokolaszos poént, nem tudom, lókolbászos vagy. Lókolbászos, igen. Igen, teljesen besértő. Oké, pókember, de mi volt a poén? Hát gondolom, hogy mondta a lány, hogy milyen szép ló, és mondta, hogy milyen jó kis kolbász lehetne belőle csinálni. Hát ez légy erős is, mert ez nagy duma egyébként. Tehát. De ez mondom. Jó, különben ilyeneket én is szoktam. Ki ez az ember? Pókember? Ja. Pókember, mától a tanítványommal fogadlak. Ja, tisztelj úgy, mint mentorodat. Kálmán a varázsló. Sziasztok! Szerintem alapvető dolognak kéne lennie, hogy a munkahelyen és a betegváróban, stb. Köszönnek egymásnak az emberek. Nyáron Németországban kertvárosi igen. részen voltam, és séta közben még az erdőben, utcán is köszöntek az emberek, mint tök idegennek, és én viszont. András írta ezt. Tökéletesen igazán, szerintem ez lenne az optimális. Most látnád kirándulásokon, tehát még az emberek mennek a hegyekben, és szembe mennek egymással ilyen erdejösvényeken. Jó napot, Mókus úr! Óvatatlanul köszönnek egymásnak. Jön egy pálcán osszol. De ha már a kis helyről beszélünk, hát felszállok egy buszra, akkor köszönök, vagy mi? De ott rengetegen vannak, nyilván hát nem az mindegyiknek. Utastársak, ki jó napot de kívánok, az, bemutatkoznék. Beszállok egy buszba, ahol ül öt ember. A váróba, az orvosi váróba ülnek 20-an. És akkor kiálltak hát a peronon, ki. Hogy jó estét. Próbáljuk ki. Hogy hát most frankon bemész egy orvosi váróba úgy, hogy nem köszön senkinek. Persze. Jöttem. Ők se köszönnek nekem. Nem mond. Ja, nap. Dehogy nem, és el is várják, hogy visszaköszönjél. Nyugodtan, azt várnak, amit hát akarnak. Hát én ezt rúlom a legjobban, hogy lemegyek félholtan, és akkor köszönöm. És így, tehát hogy olyan rossz állapotban lemegyek, de köszönnek, de és akkor is elvárják. Azt mondják, ja, hogy így. Azt mondják, hogy Robi Tusszin. Na ez reklám volt. Mondjál egy másikat. Kalmapirim. Még egy nem létező mondja. A baj. Mit tudom én, milyen gyógyszerek nem léteznek. Nem szerek gyógyszer 10 éve. Mondj már, hogy nem létező gyógyszer, mert nem igaz, hogy nehéz fel. Mentasztol. Mentasztol. Az, mentasztol. Mentasztolium. Olyan van. Ja, opa, igen, bocsánat. Vigyázzunk. Na, tehát a buszon se köszönök, meg sehol se köszönök, és nem a tiszteletlenség. Na. Itt azért nem vagyunk egy platformon, viszont beszéljünk a tiszteletlenségről. Igen. Ami végig arról beszél. Előbb bukkanhat első randin, vagy akárhanyadik randin, de hogyan, milyen formában? Tehát mondjuk verbálisan, vagy fizikailag, tehát hogyan lehet itt tiszteletlen? Mind a kettő. Azt kell elfogadni, hogy az idő előre haladtával, tehát egy kapcsolat egyre mélyül, sokkal több mindent engedhetnek meg egymásnak a partnerek, mint az első, vagy első pár alkalommal. Tehát az idő függvényében azért lazulnak azok a mondjuk így szálak, amik a kölcsönös tiszteletet ugye meghatározzák. Tehát a 20. alkalommal már esetleg mondhatsz neki olyanokat, amit az első alkalommal nem tanácsos, mert egy tahó hírébe kerülsz, és tiszteletlen vagy, mondjuk. Tehát igen. Majd rákérdezhetsz olyan dolgokra, amikor már ismered, pontosan. Idézőjelben ismered, amikre mondjuk első randin 3 héttel ezelőtt nem kérdezhettél rá. Mondok egy példát. Jó. Na. De elmész az első randira, ennél eklatásabbat nem is tudok. Elmész az első randira, és akkor ott van a lány egy miniszoknyában, mondjuk, mert nyári meleg van, és mondjuk ott jól áll. Ott meg semmi. Nem, miniszoknya, blúz, stb. Magadban esetleg megnézheted, és mondhatod is, hogy milyen csinos. Valószínű, hogy a 20. randira, ha jön miniszoknyába, akkor mondhatod, hogy te neked annyira jó lábaid vannak, hogy legszívesebben megcsapkodnám a seggedet. Ezt te a 20. randi után mondod. Mondok egy példát. De az első randi nem illik. Nem ez a híred, gőzhenger. De az első randi mégsem mondhatod, mikor bemutatkoztak egymásnak, hogy jó kis szép káid van. Hát mondhatod, csak... Kaphatok? Hát szóval... Persze, csak nem ilyen stílusban. Tehát azért itt nagyon sok függ azon, hogy így amiket igaz. Mondasz... A stílus maga az ember. Azt te milyen na, stílusban teszel. A stílus jelent. Tehát mondhatod, hogy te tényleg nagyon csinos vagy, és jól áll ez a szoknya, mert megteheted, mert ilyen lábaid vannak. Erre azt mondom, hogy egy tiszteletesen jelezted, hogy tetszik a lábad. Látod, ez a rohadék dolog a világban, hogyha van stílusod, akkor bármit megengedhetsz magadnak. Persze, a stílussal, stílusát az azért van a stílus kitalálva, azért találták a görögök a stílust. Burkoltam, megcsinálhass. Hogy bármit kimondhass, úgyhogy ne tudjanak belekötni. Nagyon persze, jó. mondhatod önének. Mától ez lesz a kedvencem. Tehát van aki stílustan, és azt mondja, hogy úristen, megsunáználak. És van, aki azt mondja, hogy hát sokat adnék, ha mondjuk veled hálhatnék. Ugyanazt mondja végül is, csak az egyikre azt lehet mondani, hogy hát majd az a hálás egy kicsit odnél van. De nem volt jó a másik példa. Miért? Hát, hogy sokat adhatnék, tehát akkor egyből kurvának nézem. Igen. De ezt úgy mondtad ki, hogy ebben nem lehet belekötni. De bele lehet kötni, hiszen elmondod, hogy sokat adnál neki.
hogy sokat adnék azért, nem neki. Hogy meghálka. Nem neki adnék sokat. Hát persze, striciének. Tiszteletlenség az, hogyha valakinek fölhívod a figyelmét a látható vagy vélt hiányosságaira. Az a legnagyobb tiszteletlenség. Az órából, ezt megmondod neki. Az a legnagyobb tiszteletlenség. Ez még az holott, én normális szerint. Holott lehet, hogy őszinte vagy. Hát biztos, hogy őszinte. Ne arra, hogy valami van az orrodon, ezt szokták mondani. Nem ilyen fizikára gondolom. Én arra gondoltam most konkrétan, hogy azt mondod a lánynak, hogy ne haragudj, de téged nem gondolok valami okosnak, mondom ezt a legmélyebb tisztelet így hangján. Van, így van. Tehát, hogy ha így indítasz, hogy na, tegnap olvastam egy regényt, tehát hogy elnézem, te nem olvastad ezt valószínűleg, szerintem semmit sem olvastál soha életedben. Mindegy, azért elmondom, hát a fel tudod fogni. Hát de ha annyira hülye, akkor úgyse veszi észre. Hát, ha meg nem hülye, akkor tévedtél. De ezt azért még a leghülyébbek is észreveszik. Na, kiugrott a szög a zsákból. Tehát ne előlegezzük azokat a dolgokat, amik esetleg érzékenyen érintik a másikat. Honnan lehet, hogy őszinte vagy, mert mondjuk fölvázolja élete egyik hibás döntését, és te szembesíted azzal, hogy itt te tök fej voltál, ne haragudj. Hát igen, hát elég hülye voltál, azt mondod. Tehát például az, hogy ő elmeséli, hogy hogy járt egy előző kapcsolatában, és akkor te azt mondod, ez hát, a te hibád. Ezt jó, elcseszted az hibás, a helyzet. Hibás vagy. Nagyon hülye voltam. Mindenki ezt kell mondanom, kap, amit érdemel. De így jártál, és én nem sajnálok. Ez tiszteletlenség. Azt lehet mondani, hogy hát kínos a szituáció. Szerintem én ezt valószínűleg másképp csináltam volna, de hát végül is mindenki a saját sorsát intézi. Ugyanazt mondtad valahol, csak az egyikben volt némi tisztelet, a másikben meg gyakorlatilag lehülyézted. Egy vadidegen, egy látszólag idegen ember. Itt a hangsúly fontos szerepet kap. Tehát mondhatod ezt a dolgot úgy is, hogy hát figyelj, itt most ne haragudj, hogy ezt mondom, de őszintén kimondom, hogy én úgy vélem, hogy te is hibás voltál ebben, de szerencsére így találkozhattunk mi, és akkor így. Ez egy nagyon vagy ügyes fordulat. Vagy ugyanezt herészve mondod. Vagy ugyanezt. Hát figyelj, hülye vagy. Szóval nyilván a kettő dolog lehet, hogy ugyanazt jelenti a te fejedben, csak másképpen csapódik le. Hát, mert azt mondja mondjuk a hőnöket, hogy hát úgy ment el az utolsó kapcsolatom, úgy lett vége, hogy hát a vőlegényem volt, ma is elütötte egy kamion. Erre lehet azt mondani, hogy úristen, milyen tragédia, de szörnyű, ezt nehéz lehet feldolgozni, vagy azt, hogy ha ennyire jött, hogy nem látott meg egy kamion. Nem volt ez berúgva, vagy valami. De hát, mondhatod azt, hogy micsoda szerencse, különben most nem ülnénk itt. Na hát, ha nem csapja el, akkor most nem vagy az enyém, érted? Mind a kettőt ugyanazt vágod a dolgot, mi? Na ezután minden kamionnak smájlizok meg. Akkor aztán futatnék utána. Lájkolom a kamionokat. Én némi tiszteletlenséget vélek felfedezni. Főleg, ha más ember problémáját valaki úgy kezeli, kicsit lazán. De különben ez egy őszinte megnyilvánulás. Teljesen ennek. Őszinte. De akkor micsoda hazug világban élünk, hát, hogy egy ilyet bizony, nem ez egy ilyen hazug világ. A tisztelet is valahol, a tiszteletlenség, az a legtöbb esetben őszintesége. Tehát a tiszteletlenséget legtöbb esetben... Na, ez igaz. Vagy ez rosszul igaz. Neveltség, tehát bunkóság, de ez az az őszintesége. Az egészben, hogy a tisztelet, amikor ismeretlen emberek felé irányul, ugye ezt már megbeszéltük, hogy ez egy udvariassági forma, és ez tulajdonképpen tényleg arra van, hogy célokat érjünk el, meg elleplezzük a valós szándékunkat. Tehát, hogy ez tulajdonképpen az álság egyik eszköze. Az álságosságosság. Álságosság. Tehát, ha valaki tisztelettel kezelsz, ő nem tudhatja soha, hogy az őszinte vagy nem. Ha pontosan. Tiszteletlen vagy vele, az tudja, hogy őszinte. Tiszteletlenség? Így igaz. Visszakérdezni valakitől azt, amit te idáig mondtál neki, mondjuk egy történetet elkezdesz fölvázolni, és folyamatosan megkérdezed, hogy te érted ezt? Felfogtad, amit? De figyelsz, te figyelsz, vagy csak ugatok. És tenne tesztelni azt, hogy... You know. Na, mit is mondtam 2 perce? A legnagyobb parasság. Ezt még én sem merném megtenni. De miért? Hát milyen alapon? Mert kíváncsi vagy, hogy figyelj. Hát de persze, hát ha mondok jó, valamit, hát persze, akkor majd számon már... kérem rajta, nem? Hát igen, mert hogyha látom, hogy nem is vágja, akkor hát minek akkor, mondjam? Akkor abba hagyom, és másról beszélek. Hát ez az. Hát vagy nem beszélek. De ez nem kell belekérdezni, hát dögöljön meg az ilyen, érted, én beszélek, tépem a számat, és meg nem is figyel. Te beszélsz hozzá, meséld az életedet, és látod, kicsit elmélázik, és azt mondod, te figyelsz egyáltalán, vagy csak ugatok? Hát mondd, ha unod, bassz, hát mondd, ha unod, és akkor hagyjuk az egészet, és beszéljünk a, mit tudom én, téged érdeke körömlakról, vagy mit tudom, hajfestékről, illetve amilyen hülye vagy. Mondjuk az lehet tiszteletlenség, hogy te rákényszeríted a saját témádat arra a randira? Az még nagyobb tiszteletlenség. Ne haragudj, de én csak a Forma 1-ről tudok beszélni, őszintén. Múltkor úgy kisodrottak, de úgy... Hát én mondjuk megfogtam volna azt a Ferrarit, de ettől függetlenül, figyelj se rá! Akkor elmeséli, hogy amúgy a vőlegényét elcsapta egy kamion.
De ja, ilyen, ó, szegény, na figyelj, ilyen, képzeld meg, ilyen a versenyen is van különben, tehát nehogy azt itt, hogy ez ott nincsen. Vagy mondod, tehát hogy túl ilyet már láttam, hogy... tudod, hogy szakadnak szét? Te, keze itt, lába itt, feje gurul tovább, borzalom, na minden jó, hogy nem láttad ezt, szegény. Igen, tehát volna, ez a téma rákényszerítés, hogy ha valaki ezt erőszakosan csinálja, úgy mond idézőjelben, akkor ez tényleg de, lehet egy, ha nem is azt mondom, hogy tiszteletlen, de idegesítő dolog. De tudod, ez viszont fordítva is igaz, tehát a minimális tisztelethez hozzátartozik, hogy te, ha még rohadtul unod, akkor is meghallgatod, ha látod, hogy az illetőnek fontos. Tehát mondjuk az SMS-ezés nem játszik, vagy mondjuk hirtelen elködösül az arcod, és azt mondod, hogy hopp-hopp, ikletem van, azonnal tollad papírt, fejezd be, amit mondtál, hozzad ide nekem a tollat meg a papírt, mert leírom a versemet. Ez lehet tiszteletlenség? Holott lehet, hogy egy világbajnok költeményt hozna az, az, hogy kedvesen mosolyogsz, azt mondod, ne haragudj, ilyenkor ikletem van, és akkor le kell írnom három sort, ez egy fél perc, eddig ezt tudomásul veszik. Ne haragudj, ikletem, igen, ott a második ajtó a fürdőszoba mellett. Az, hogy beszélgetsz valakivel, és közben előveszed a telefonod, így nézed, bólogatsz, és közben néha lesasolsz, nagyokat kacagsz, írod az SMS közben. És akkor mondd csak nyugodtan, csak ezt közben meg kell írnom. Ez az, hogy beszél valaki hozzád, látszólag átszellemültem, vagy legalábbis számára fontos dologról, és te teljesen egyértelműen tudtál adott, hogy nyugodtan beszéljen, de neked egész máshol járnak a gondolataid, ez tiszteletlenség. Ha egy barátod meghív téged vendégségbe, és hát te megérkezel, leülsz, elkezded mesélni az életed nagy probléma, és akkor ő meg mondd csak, még közben egy-két e-mail. Közben a konyhába. Igen, meg ezt de az hallom, e-mailt még meg hallom. Kell írnom. Igen, de mondjad. Nem tetszik. Mintha itt se lennék. Mint ahogy én például meg tudom csinálni, hogy a kezembe nyomnak egy fényképalbumot, hogy nézd meg, az alapjában a legnagyobb tiszteletlenség azt mondani, hogy rohadtul nem érdekel. Én de úgy érdekel? Nem. De hát vissza szoktam adni, hogy... Engem tudod, miért érdekel? Én kíváncsi ember vagyok. Hát te átpörgeted. Az, hogy egy randin kezedbe nyomlak. Így van, volt. Először mentem valaki. Ne ismerd meg a múltam szép. És akkor nézd meg a gyerekkori képe meg, és mondom, hogy hát tulajdonképpen ez engem nem érdekel. Nem ezt mondtad, Gábor. Ezt mondtam, hogy tulajdonképpen ezeket nem érdekel. Odalapoztál a mesztelen kép. Fürdős kép van? Van ruhátlan, és közben csattogtattam a lapokat. Nem, visszaadta, és mondtam, hogy nem érdekel. Azt mondtam, a lapokra. És akkor láttam, hogy kicsit megnyúlik az arc, éreztem, hogy hibáztam, és azt mondtam, hogy szeretnélek előbb megismerni így a teljes valódban, aztán majd ráérünk megnézni az albumot. Utána jöhet a múlt, előbb a jelen, és utána jöhet a múlt. Az albumot. Rohadtul nem érdekelnek az albumok. Viszont ismerek olyan embert, akit nagyon szereti nézegetni. Én nagyon szeretem. Viszont, én mondtam, hogy a Hotel Végtelenbe történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 99 5. SMS-einkkel folytatjuk zenés magazin műsorunkat, a Hotel Végtelent, amit most hallgattok, és amelynek a honlapja a www.hotelvégtelen.hu. A tiszteletlenség a mai témánk, szemezgetni fogunk az üzenetekből, bocsi, ki fog maradni egy pár darab. Voltunk haverommal plusz egy csajjal inni. Csaj nagyban magyaráz valamit, amiről eszembe jutott egy fél szó. Mondom, szavad ne felejtsd. Elkerekedett a szeme, de én nem játszom meg magam. Tehát, hogy akkor közbevágott kvázi. Igen. Oké, de ez nem egy randi szituáció, szóval... Jó, hát honnan tudod? De. Mert ez akár lehet az is, hát hogy hát nem az volt. Tényleg éppen meséli azt a történetet, akár az életéről, akár bármiről, ami neki fontos, és akkor ez a szabad ne felejtsd, ez ilyen szófordulat, hogy azt mondja, ez mint azt mondanád, jó. Ez most nem lényeg, van egy lényeges. Abszolút lényeg, amit ugatsz. Most nekem ez nem jutott valami fontos, de azért nem, meg foglak lehet, hallgatni. Lehet, hogy ő feledékeny, és azért mondja, hogy ne haragudj, ezt el kell mondanom, utána bármit mondhatsz, de ha én ezt nem mondom el, akkor bennem marad. Na most ezzel mindegy azt bizonyított, hogy te 2 perc múlva elfelejtenél, amit akarsz mondani, tehát így magadról igaz. Állítasz ki valamiféle bizonyítványt. Hát de legalább elmondod. Hát de hát megakasztod a másik gondolatmenetét, lehet, hogy ő is kiesik belőle, ez tahóság. De különben én nem tudom ezzel kapcsolatban, hogy ti hogyan szocializálódtatok. Nehezen. Én úgy, hogy mi simán egymás szavába vágunk, hát és ez nem, nálunk az nem bunkóság. De ki az a mi? Hát én és a családom. Tehát nálunk családi beszélgetés az nálunk... Nem, mert hát én vagyok a legfontosabb a családban. Tehát ez olyan, mint én és a kisöcsém. Tehát nálunk úgy néz ki egy ilyen családi összejövetel, hogy mindenki egyszerre beszél. Az jó kis, te olaszok vagytok? Nem vagyunk olaszok, de párhuzamosan folytatunk beszélgetéseket, és közben bekapcsolódunk így, mivel több beszélgetés megy egyszerre, tudunk váltani, és akkor bele tudunk szólni közben még a másikba is. Aha. Tehát gyakorlatilag egy értelmes beszélgetés több sáv, zajlik több soha. Spektrumon folyik a tehát dolog. Tehát magyarul semmi. De, ez szerintem, azt gondolom, hogy azért ez magas fokú képességeket kíván. Uh-huh. Jó,
amikor én társaságban voltam, és így többen elkezdtek egyszerre röfögni, és simán abba hagytam, és ültem. De olyan arc, hogy lássák, hogy abszolút nem érdekel. Na, ez nekem a kedvencem, ilyenkor még rádobok négy lapáttal, és akkor a Gáborka akár haza is mehet. Hogyha valaki nem tudja fölvenni ezt a pörgést, ezt a ritmust, ha valaki nem tud bekapcsolódni, tehát nem tud fölnőni ehhez a dologhoz, hát akkor az maradjon csöndben. Beszélgetés, mint a szex, ketten csinálják igazán. Hát, ha ketten beszélgetnek, de van olyan, hogy tizen beszélgetnek. De nem egyszerre. De miért ne? Mert akkor senki nem ért semmit. Dehogy nem. De nem hát az a lényeg, nem hogy te elmondd, amit akarsz. Ja, igaz. Aztán, hogy értik-e, vagy nem, az nem érdekes. De te elmondtad. De nem, nem erről van szó, hanem a hülyék azok nem tudnak koncentrálni nyilván. Nem tudom, én a beszélgetés más mederbe szoktam, mindegy. Beszéljünk a tiszteletlenségről. Beszéljünk a tiszteletlenségről. Vannak-e még példák, vagy SMS-ek következnek? Nézzünk egy SMS-t, azt lesz. Öcsém, például. Ha az Excel-t előveszi, akkor már alapból hülye, ha később... Excel-t, bocsánat, nem Excel. Nem ugyanaz. Akkor már alapból hülye, ha később mondja, akkor meg úgy mondom, hogy hülye, ahogy akarom. Hogy mi van? Hát, mert ha az Excel-t egy... előveszi randin, tehát igen. Ugye beszéltünk igen, arról, igen. Hogy... Akkor már alapból hülye, ha később mondja, akkor meg úgy mondom, hogy hülye, ahogy akarom. Nem, mint hogy nem úgy hangsúlyozva. De ezt, szerintem ezt lány írta. Pánk írta. Pánk. Ja, hogy a pánk nem szereti, mert ő egy féltékeny típus, tehát neki baja van azzal, hogy hát, hogyha ha egy randin te felhozod, Kábor, hogy az exeddel így azt, volt, az, az úgy az volt. Az SMS vége, ami a lényege, hogy úgy mondom, hogy hülye, ahogy akarom, tehát, hogy bármilyen hangsúlyjal mondhatja. Tehát, ha hülye, akkor úgy mondod, hogy hülye, ahogy akarod. Aha, biztos. Hülye, tehát, ha meg vagy hülye, győződ, vagy a másik hülye, akkor bátran hülyézd le. Ja. Ez a lényeg. De bármilyen hangsúllyal, ugye? Mert úgy mondja, hogy akarja, érted? Hülye. Igen, mert így vindikál. Ja, hülye. Hülye gyerek, te. És hülye. Ó, persze, végre érted. Kálmán szenszej taníts. Ja, lokol az, gondolom lokol azt. Benyögtem, hogy milyen jó az, és hogy kére. Erre megkaptam, mekkora paraszt vagyok. Nem baj, szerintem ez jó út. Ez jó út, nagyon jó. Amin elindultál, az igenis igen, járható. Igen, csak az egész beszélgetést szeretném, hogyha lemodelleznéd. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy én nagyon szeretem a lovakat, mondta szó szerint, te pedig azt, hogy lókolbász, de finom. Vagy igen, hát valahogy így lehetett. Tehát, az például az, hogy... Például elmentek lovardába, és ő mutogó, jaj, látod, ezen szoktam lovagolni, ő a Sanyi, imádom. És akkor megkérdezett, hogy itt lókolbászt lehet venni. Ja, például. És akkor, hát de miért? Hát ahol ló van, ott lókolbászt is van. Végülis ez valamilyen szín... Ahol ló van. Elvileg ez... ahol ló van. Elvileg ez nem tiszteletlenség. A tiszteletlenség az benne, hogy te látod, hogy a másik rajongásig szereti a lovakat, tehát benne az, hogy megenni egy lovat, az a szentségtörésnek egy olyan kategóriája. De várjál, nem... tehát ez olyan, mint kutya szerető családban nem beszélhetsz hot dogról? Hát lehet, beszélhetsz róla, de az, hogy mit tudom én, megmutatja, hogy nézd, milyen gyönyörű kis kutyakölyök, és azt mondod, hogy ó, ez karácsonyig olyan zsenge lesz a tepsiben. Hát szóval poénnak szánod, de valószínű, hogy elvágod magad egy életre. De kínaiak mindenki veszi, hogy ez poén. De Kínában minden... megeszik a kutyát, meg a macskát, és? Tehát ez kultúra függő. Koreában. Akár ott is. Na, egyék, de hát nem vagyok kínai. Oké, de hogy ez még kultúra lehet, függő, még tehát lehet. Ez van, aki, de tényleg mondjuk a lókolvász, ez tényleg egy ilyen, hogy van, aki megeszi, van, aki soha. Hát vagy nyuszi, ugye? Például van, aki tartott a nyulat, igen. És pontosan. Van, aki megeszi. Na most pontosan. A tiszteletlenség az, hogyha tudod, hogy a másik mondjuk ő iszonyatosan oda van a nyulakért, és mikor meghívod vacsorázni, hogy nyúlpörköltet nyomsz neki. Tehát ez nem is bunkos. De nem ez mondod már... meg, nem, csak nem. Utána. Csak utána. Na milyen volt isteni. Szerintem jó, ez nem annyira életszerű, mint az, hogy... és még tiszteletlennek sem nevezném azt, hogyha ilyen megjegyzéseket teszel, hiszen mindenki tudja, hogy poén. Tiszteletlenség ebben az esetben az lenne, hogyha azt mondod, hogy készítesz vacsorát, és a nyulat készíted el. Az ő kedves nyulát. Ez tiszteletlenség. De az nem, hogy te eleresztesz egy poént, hogy nyúlpörkölt, hiszen az emberek szoktak enni nyúlpörköltet. Igen. Jó, mondom, ezek határesetek, hogy most te mennyire veszed tudomásra az ő érzékenységét, és főleg, hogy saját nyulát levered a konyhába, amíg kivegy a WC-re, és mire visszajön, már meg is van nyúzva. És akkor, na, nézd csak meg, milyen állat ez így bőr nélkül. Nem macska, nem macska, nem. Mi az, hogy fúj macska? Nem macska, nyuszika. Na, hol a nyuszit? Hát itt van a nyuszit. Na, itt a bőre, nyugodtan, ne bőgődj. De miért? Hát kapsz egy kulcstartót a farkincájába. Fúj bele az orrad a bőrébe, aztán jó van. Igen, és valahol, ugye tényleg esznek, hát Magyarországon is biztos, hogy lehet persze. Kapni a néten. Én a múltkor ettem nyulát. Soha nem ettem előtte, különben nem ízlett.
Hát most nem volt jó anyuval, nekem nem ízlett. Jó, tiszteletlenség szerintem mondjuk előjöhet még különböző családi összejöveteleken, ahová mondjuk először esik be emberfia, és hát nem kellőképpen viselkedik úgy, ahogy kellene, vagy mondjuk iszik előtte. Részegen megy. És részegen, és ugye nem kell ehhez megszólalni, hogy innentől fogva tiszteletlen legyen, hanem már, már az is tiszteletlen, ahogy beesik, vagy büdösen, vagy akárhogy. A családi körben elkövetett tiszteletlenségek a leggyakoribb hibák, amit emberek elkövetnek. Mégpedig azért, hogy én, aki tulajdonképpen a hierarchiát nagyon nem veszem semmibe, még én is úgy vagyok vele, hogy ha valakinek a meghívására mondjuk lenne egy jövendőbelim, és az ő családja meghívna, akkor én is tiszteletlenségnek venném, ha a nagypap meg a nagymam előtt nyúlnék a dézsába, amikor azt mondják, hogy tessék venni. És akkor ugye a nagypapa így elindul a remegő kezével a izé, és mi oda így kipakolod az összes sírgezombat, és azt mondja, na papa, lemaradtál papa, próbálj a krumplira, míg oda nem érek. Hát most... Hétata, ratata, de ezt most már én eszem meg. Jó, jó, remeg a kezed, nem is kaptál egyet se. Na ez kell, ez, na majd adok egy darabot. Ez tiszteletlenség, tehát meg kell várni, míg a hierarchiában, legalábbis családi körben a hierarchiában. Na jó, de mindenhol más, mert van, ahol elmész, és a vendég szed először. Hát, van, ahol a család főszed. Ha elítolják, és azt mondják, hogy és parancsoljon. És odafordítják a kanalat. Akkor sem érdemes kipakolni az összeset rögtön, tehát így kiborítani a tányérod alá az összes csirkét. És... Hopp, elfogyott. Ahol volt, ennyi kicsit... van ott még, ugye? Nagyon éhes vagyok, elnézést. Ja, nem svéd asztal, bocsi? Ki szereti a combot rajtam kívül? Ó, szegény! Nem mindegy. Nem maradt. Ki a vendég? Én vagyok a vendég. Igen. Tehát, nekem minden szabad. A vendéget megilleti a vendég. A tiszteletlenséget, a tisztelet két irányú mindig, tehát van az, amit illik visszautasítani, és van, amit illik ezt mindig ennek ellenére kínálgatni. Vagy hogyha mondjuk nem is az evésről beszélünk, ám de vacsora van, és te fölállsz az asztaltól, és azt mondod, na nekem ebből elegem, hogy rágyújtok. Egyszer volt egy szomszédom, egy fiatal srác, nagyon jó fejgyerek volt, és egyik nap úgy ettem, hogy nyitva volt az ablak. Tehát nyitott ablaknál ücsörögtem, és toltam egy kis ételt, és jött haza Bálint, és beköszönt az ablakon. Elmondtad a nevét. Nagy dolog. Reklám. Beköszönt az ablakon, és mondtam, hogy szia Válin, na, kérsz egy falatot? Azt mondja, hogy nem. És benyitott, és megette a felét körülbelül, amit odaadtam neki. Ki volt ez a Bálint, lemaradt? Egy barátom. De mi, és ez még, hol történt? Még mindig ahol, barátod? Ahol laktam egyszer. Ja, igen. Még mindig barátod? Persze. És akkor mondtam neki, ne figyelj Bálint, mondom, vannak dolgok, amiket illik megkérdezni, és vannak dolgok, amikre illik nemmel válaszolni. Na most ez volt ez az eset. Én megkérdeztem, hogy kérsz-e, neked azt kellett volna mondani, hogy nem. De hát ha éhes akkor volt, minek, hát minek kérdezed, Gábor, ez igaz. A te hülyeséged. Hát megadtam, hát mert akkor még olyan voltam, hogy megadtam azt a tiszteletet, hogy ugye felkínáltam az élelmemet neki, meg azt a tiszteletet kellett volna megadni, hogy látta, hogy az jó, és akkor most mi van, akkor eljártotok egy ilyen násztáncot, és... Hát utána volt bőke a dolog. Tehát a családban is úgy van, hogy illik hagyni, hogy az öregek nyúljanak előbb, és az öregeknek pedig valamilyen szinten illik téged, mint vendéget respektálni, és azt mondja, hogy elvegyen csak hát, maga. Ha csak maga nem leszarják a fejed. Ha csak nem. Egy családi összejövetel, hogyha egy játékba fajul, mondjuk barkobáznak, vagy valami, illik nem fölényesen leverni mindenkit abban a játékban, mondjuk amőbáztok? Nem. 9-0-ra vezetsz egy 10-0-es meccsen, akkor... Szerintem itt fontos is megvillantani, hogy kivel állnak szembe. Uh-huh. Tehát főleg, hogyha ilyen amőba, akkor le kell gyalázni mindenkit, csak hogy tudják, hogy kivel beszélnek. Ja, vagy például, a 75 éves nagypapa, aki fiatalkára van, hogy boxoló volt. Ja, bocs, és Csalni ja, például Csalni azt mondja, az egyértelmű. Ja, jó kötési vagy, fiam, te vagy az unokámnak a barátja, ugye? Persze, papa. Na, már nem, persze, nagypapa, hogy valami. Mi gyerekek az udvarra, azt öklözzünk egy kicsit. Hát te akart, kivettek az udvarra. Ugye megáll el szembe szegény szitja a töregemben, és egy paraszt lengőben úgy leültet, hogy elviszi a mentő. Na mi van most? Gyere, pakolj fel! Most legyen nagy arcod! Ez tiszteletlenség. Szóval élik egy kicsit odabögdösni, és mondani, hogy de jó bírja a nagypapa. Na jó, de ő te nagypapa. Az, hogy neki futsz, és... De verés, mi van, a nagypapa kész. Komolyan veszi. Igen. Nagypapa komolyan veszi, és bemos akkor, hogy tudomásul kell venni, hogy 114 éves, tehát amit ő üt, az körülbelül semmi. De mondjuk, hogy nem semmi, hanem jó hanem kisban van. Ja, akkor jó meg kell verni. Mind a lovat. Hát, még rúghatod is, na, ha nem látja. Gyere, hangember, gyere! Mi van? Megüt a vendége? Például, hogyha egy családi körben egy ebéd után felajánlják, hogy társasjátéknak, akkor kártyázunk. Akkor például szerintem simán ezt be lehet mondani, hogy én csak pénzben játszom.
Na, ne hülyeskedjünk már, na, ne. Na, dobjó, mindenki egy virítson egy ezrest, aztán kezdjük. Megadjízzunk már itt zsetonokra. Leszarozzunk. Ezer a beugró, kontra, rekontra, fedáksári. Ilyeneket kell mondani. És hogyha itt mondjuk elbuksz egy jelentősebb összeget. Csalni, mondom, csalni fontos. Ha elbuksz egy jelentősebb összeget, akkor meg mondhatod, hogy persze, hogy nem pénzbe játszottunk, ne tessék már viccelni. Ja, hát akkor, jó, persze, akkor be kell mondani, na most nincsen nálam ennyi, hozomra. Vagy dupla vagy semmi. Visszatér a vacsorán. Gita, örülök, hogy megismertem. Sajnálom, de többet nem találkozhatunk. Az lehet tiszteletlenség, hogy mikor a vacsi után fölállsz és leraksz pénzt, hogy te is hozzájáruljál, mint egy a vacsorán. Na mennyi volt? Hány kiló hús volt ez? Ez a másik. Legyen szíves a számlátán, papa. Fizetnék, miért elmegyek az unokával hágni. Nehogy azért zörögjenek rám, hogy hol a zsé. Hát vagy mondjuk beletömködöd az ezrest a... A dekoltázsában nagyinak. Mamika. Zsebébe berakod. Oda mész hozzá, és azt mondom, Mamika, ez valami fenséges volt. Betömsz egy 5000-est. Visszadobol a tiéd. Blúzával, és ne adjál vissza. Máskor is jövünk. Nem, hát ez így durva, persze. Vagy hogyha mondjuk te folyamatosan kérsz még. Hát egy kávét ponton túl, főzetsz. Ponton vagy túl. Még. Akár egy kis kávé nincsen. Nagyon jó volt. Ha a desszert a... mellé. Ha nincs itthon sör, valaki kimehetne. Na, megkínáltok valamivel? Megkínáltok? De... Iszunk vagy száradunk? A desszert mellé. Mit szoktak így desszertnek elni? Mert nem nagyon látom most. Azt mondod, Nikol, tudod, hogy csak két kaja van, és mondod, hogy úgy látom, a desszert még várat magára egy kicsit, addig ígyunk egy kávét, és szívunk. Mi van Indi? Mert ugye vizet igyanak az állatok, de... Az bunkóság a apukától ószert kérni? Hogy hátha? Nem. Nem. Apuka. Ha felkínálja, na, beszéljük, hogy itt férfi a férfivel. Megengedsz. Volt már rajtad? Milyen? Szorít? Vagy azt mondani, muszáj, hogy ó, ilyenkor egyébként dicsérni a tápanyagot, amit kaptál? Nem muszáj. Viszont azt tiszteletlenség, hogy szabad megmondani, hogy milyen szar. Na várjál, és például én különben erre tényleg harapok. Mondjuk az evőeszközön van valami kis kosz. Le kell nyalni. És akkor tehát vissza kell adni, hogy elnézést, koszos ez a kanál, vagy... Még mindig, és még mindig. És a következő, igen. Tehát, és akkor elmondani, hogy na most. Akkor tiszta, amikor látom magam benne. A személyzet stílusáért a Hotel Végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. És hát ott folytatjuk, hogy milyen olyan események lehetnek egy ilyen családi összejövetelen, amik tiszteletlenségnek minősülnek így utólag. Igen, de ez komoly volt a kérdés részemről, hogy ha koszos az evőeszköz, akkor szóljál, vagy inkább törölgesd le. Na és most... hogyha letörlöd, akkor látványosan törölgesd, és hát az orrodalat borjál. Igen, mondjukat, hogy nem tudják el most én rendesen. Ne, az engem, vagy ha házigazda lennék, marhasértő lenne, hogy oda jönne valaki, és akkor így mielőtt elkezdenék tálalni, ha mondjuk neki főznék, akkor törölgetnék, hogy a fénybe egy forgatná a villát, meg hogy a késpengéti meg lehergetné. Az igazság, Gábor, engem akkor ne hívjál vendégségbe, mert én tényleg ilyen vagyok. De tehát nekem ez az evőeszköz, ez fontos. Hát van, akinek más, van, aki az a tányérját törölgeti. Na és mi van, hogyha hozol magaddal evőeszköz? Mint akik járnak dárcozni, hogy hozzák a készletet, te jössz és veszed elő a kis saját evőeszközöt. Mindenképpen nem százas kategóriába sorolható az az ember, aki hord magával evőeszközt. És hogyha nem evőeszközt hozol, hanem egy pár darab süteményt, igen, kaját. És te megeszed. Tehát, hogy ott mindenki ül, de még nincs kirakva semmi az asztalra, te meg ott majszolsz. Én vettem, én pénzembe. Nem hoztam annyit. Nem kilászik semmi. Nem hoztam annyit, vagy ugye tipikusan egy zacskó ropi, amivel azért körbe lehetne kínálni, de te nem. Bemész és egy tolod a ropit. Vagy a kidakott rákcsálni valakat magadhoz húzod, mondjuk egy ilyen tányérben van popcorn, és azt szépen az öletbe veszed a közös film nézése közben. Az jó, szerintem az belefér. Ilyenkor kalkulálják be, hogy nem egy tálba kell tenni, hanem többen, mert ugye nem mindenki fog hátra nyúlkán és tapogatni, mint a siket, hogy hol a popcorn. Mást akartam mondani. Érdekes dolgok ezek. Írjátok meg, hogyha volt valami hasonló élményetek. 70-es, 70-60, 99-5 nézzük az üzeneteket.
rohadtul nem annak vette, felhozta a szót a lováról, meg minden poénnak szántam, nem annak vette. Pókember. Igen, tudni hát kell, hogy vannak emberek, akiknek, ha még van is humorérzékük, vannak olyan vannak témák. Tabuk, igen, vannak tabuk, ezt trühellem. Vannak trühellem, tabu témák, amikben nem ismert. Tehát ilyen szerintem vannak nincs. Ilyen, hogy van, aki a bármivel viccel, csak a halállal mondjuk nem hajlandó, van, jó, aki mondjuk a halállal nem. Mondjuk a gyerekekkel nem hajlandó viccel. Szóval én sose értettem, a gyerekekkel meg, csak komolyan beszél. Sose értettem meg, hogy ezért poénkodik az emberek kicsit az másiknak a gyerekének a rovás, és akkor megsértődik. Mit tudom én, volt egyszer, komolyan vendégségben voltam, és sok gyerek volt, szaladgáltak az udvaron, és akkor mondja az egyik, te hol nem láttad a kisfiamat? És mondom, én ott láttam egy nyitott csatorna fedelet, én ezt poénnak szántam, és teljesen halálsában mindenki odarohant, és visszajött, ez nagyon rossz vicc volt. Miért mondom? Hát ez... Miért röhögök? Hát ezt mondom, én is röhögtem. Hát most mondjam azt, hogy á, megvan az, hogy ellopták. Amikor lehet, hogy tényleg ott billeg már ne, a csatorna kis fedele, szóval... belefér. Persze. Meg igazán, én a Gábor elegy. Itt járkál a környéken farkas, meg róka. Lehet, hogy már ropogtatja gyenge csontjait a gyereknek. Tényleg ez a mutogatós erre is beszokott nézni, aki ott az három utcával. Lehet, már a Szatír bácsival megy a cukrászda felé. Már a kezében van az acskó cukor. Amilyen tök fej az a gyerek, simán kis, belehet. Kis ruhácskája már nincs is rajta. Hát mondhatom, hogy ilyet is, hogy nagyon jó poén, de valószínűleg tiszteletlenségnek vették volna. Nem olyan maradiak az emberek. Persze, hát azt írta nekünk, hogy na tipikusan ezek azok a berögződött hülyeségek, amik nem bunkóság függvényei, hanem hülyeség. Illik. Hát bekaphatják, akik eldöntötték. Illik. Ilyen tiszteletlenül bekaphatják. Mint hogy illik. Még ilyen. Sziasztok, puszi Margóci. Miért nem azt mondani, hogy beveheti Margóci? Szia, puszi, köszönjük szépen. Tehát írhatta volna Pánk azt is, hogy beveheti, aki kitalált. Van, és akkor ez nem mindegy. Nagyon hálás volt ez a vacsora példa, úgyhogy szerintem még ragadjunk is le. A vacsora után történnek dolgok. Micsoda, például az úgymond siesta időszak, amikor bevonulnak közösen a szobába, és kávéznak, tévéznek, vagy beszélgetnek. Ilyenkor mondjuk tiszteletlensége az, hogyha te arra a mondatra... Az egész család beül egy társalgásra. Megszoktak, hogy ilyenkor dumálnak, igen. Van egy kis kemény. Hátra nézsz a fotelben. És akkor utána nem mernek megszólalni. Feldobja a lábad egy kicsit. Megbi lesz, mint a büdös magára. És közben esetleg tényleg, hát van némi anyagcsere. Pár... Holott? Mondjuk lehet, hogy mondták neked, hogy érezd magad otthon, és te mindenhol otthon simán, érzed magad. Simán. Hogy leveszed az inged. Atléta tégó volt. Elhasznos büdös vagy közben. Amit mondtál például, kimegy az ember mutrázni ugye a vendégségben, ahogy Kálmán mondanak kummantani. És akkor ugye nem akar hosszú ideig távol lenni a családtól, tehát gyorsan tol egyet, odavágja a papírt, az ber van. Hát még a jobbik eset, hogy lehúzza, de van, amikor tesz rá egy ilyen zebrakódot az egy kagylóra. És méltóságon alul ide kérdezi, hogy eltakarítsa. Én nem nyúlok a keféhez. És esetleg szól az anyag. Margit néni, ott azért van egy kis... Van egy kis teendő. Akadt egy kis dolog odakint. Kicsit vízköves a vécé, úgy látom. Ja, hogy a szar? Mikor lett takarítva az öröki? Na, eszem még egy többet kis... Többet kéne figyelni a tisztaságra. Eszem még egy kis húsleves, addig legyen letakarítva. Aztán ide belemülök. Megyek még egyszer. Benemülök, ha így fog kinézni. Inkább a kertbe tolom. A gitteljenek itt a csövesek. Nem tudom, hogy konkrét története, amit megírt a hallgató, de lenézzük hát, ha az. Ha először látogatod meg a csajod családját, és kuncogni kezdesz, amikor kihallatszik, hogy a nagymamája fingik a vécében. Igen, de most komolyan a vicctől elvonatkoztatva előfordulhatnak ilyen szituációk, nem konkrétan ez, hanem valaki véletlenül bőfölg az asztal, nem hát meg kell és oldani. Hogy te hogyan reagálod ezt le? Tehát mondjuk fölállsz és azt mondod, hogy hallottátok? Mindenki hallotta? A kultúrember vagy, akkor megpróbálsz átsiklani fölött. Vannak erre ilyenek, ugye ilyen bevált formának, hogy hopp, egy angyalka szállt el. Egy kurva nagy angyal. Egy jó büdös angyal. A csatornában. Nézd, az semmiképpen... Egy arkangyal. Egy farkangyal. Ahogy érzem. És azt mondta, hogy szerintem, ez nem szerintem te voltál, és akkor rámutatsz valakire. Nakinek piros a tenyere.
De nem át, szóval, ha tényleg valaki elröffenti magát, és akkor ezen úgy a minimális tisztelet, hogy megpróbálsz úgy tenni, ők is megpróbálnak úgy tenni, mintha nem történt volna semmi, és te is. Tehát nem mondhatod, hogy de akkor ki volt ez a kerény. Na jó, helyen vagyok. Csínye! Az igen! Azt mondja. Tapsoljuk meg! Ahogy beléptem már valaki fingi. Jó, hely? Otthon vagyok. A büdös banya. Visszaengedjük még? Vagy? Azt kell mondani ilyenkor, hogy tréfás, hogy ez már meg a megetted is szarról. Na ez nem volt vicces. Igen, ez azért már túlhúztad, Gábor. Azt mondod, ez erős? Igen, az erős volt. Na, ha már az erősnél tartunk, mondjuk telepakolni a nagy közös leveses tárt erős pistával. Erős pistával, ja? Mert te úgy szereted mondjuk. Az igen, az durva. Ez most tényleg. Jó, hogy nem a saját tányérodba rakod. Már előtt beízesíted. Nem szokásból fogod, tehetek, ugye nem zavar senkit, és már kotrod bele. És azt mondod, egy kis pikáncsad, pász, egy kis ízt. Legyen már valami ízetnek a mosogatólének. Azt belecsírsz egy férdőt. De úgy, hogy még meg se kóstolod. Azt ilyen szikrák csapnak ki a levesből. Az egész család, köszönöm szépen, nem kérünk. Igen. Szóval ezt tiszteletlenség, de mondjuk ugyanígy meg lehet ízesíteni, úgymond a teját, a kávét, vagy bármi olyat, ami... Én amiben... minden olyan cuccot, ami közös, a saját ízlésedre formálni, az elég meg tiszteletlenség. Vagy ugye külön szokták kihozni. De külön a szokták... háziasszony is a saját ízlésére formálja. Tehát akkor... Valamilyen alap íze minden ételnek van. Külön szokták kihozni a húsit, meg külön a tésztát, de te mondjuk egybeöntöd az egészet. Na, az asztalnál az egész. Az asztalnál a nagy lábas van, mert látod, hogy van ott még hely, és te úgy szereted, hogy jó, össze van keverve. Igen. De nem vesződsz azzal, hogy dilemma, a tányérodon tett. Amikor már a feleségő vetted, hogy férhez mentél a jövendőbelidhez, és úgy vagytok, akkor már megengedheted magadnak egy-két év házasság után, hogy összekeverd már az asztalnál, és akkor meg kicsit röhögnek, meg üvöltöznek veled, de első alkalommal, főleg háztűznézőn így kialakítani az asztalnál a te büfédet, az azért durva. Na jó, és utolsó darabot elvenni bármiből. Hát valakinek el kell venni az utolsót. De most tényleg. De komolyan. Tehát az utolsó darab szentsége az nem létezik. Ebből a szempontból nem gáz, akkor lenne gáz, hogyha nagypapa is nyúl érte, és te pedig elkapod előle. Tehát igen, hogyha valaki tehát előle elveszed. Mi, hogy na, ketten nyújtok, na, vedd el te. Kap be. Nem, hát ez az erővel azt látom, hogy az utolsónak meg kell maradnia. Vagy mi? Nem erről van szó, csak hanem hogyha senki maradtan. Nem jelentkezik rá, akkor persze bárki hát, elveti. De én most azt mondtam, hogyha egyszerre nyúltak érte. Jó, ja, hát akkor nem tudom, hogy döntek el. Na jó, és hogyha te arra appellálsz, hogy mindenki illedelmes, és látod, hogy egy darab van, és te ezt szeretnéd, akkor nem próbálkozol ezzel, hogy most ki a gyorsabb, hanem kell valakinek esetleg, vagy megehetem. Pontosan. Tehát, és akkor már pontosabb. Nyilván azt mondja, egy csak meg. Ez mint egy jelesztet, hogy te ezt nagyon szívesen megennéd, és nem tűrsz ellenvetést. És akkor azt mondja, jó, persze, egy csak meg. És mivel azt mondják, hogy mit tudom, hogy van egy hasonló korú, veled egy idős a társaságban, mert ugye itt nyilván ilyenkor számít a kor, tehát mégiscsak a kor tisztelete, és ő azt mondja, hogy felezzük el. Akkor azt mondom neki, hogy meg egyedül nem felezgetek. És azt ezt mondja, jó. Én azt mondom, és akkor egye meg. Aha, nem is vagyok megsértő. De nagyon éhes vagy mondjuk. Megmondom, hogy én rohadt éhes vagyok, de nyugodtan zavárd meg. Hát jó, és ugyan én vagyok a vendég, de hát mindegy. Én felezgetni nem szeretek valamiért. Nem az, hogy így vagyok, akkor inkább egye meg az egészet. De most de az, hogy van még egy... Na, elfelezitek ezt a kis húsdarabot? Nem felezzük el. Vagy megeszem én, vagy megeszi ő. Fele, akkor mind a ketten szarul maradunk, és akkor még... De ez nem biztos, mert de... mondjuk pont annyi hely van a kis bendődbe. Hát akkor nem eszem meg. Azt írja a hallgató, hogy velem megtörtént, a nagy nem tudom mit tolt ki, de sztereóban szólt a rotnyi gáz, ha ezen nevetek. Hát az a helyzet, hogy gondolom nem direkt nevettél, hanem nem tudtál mit csinálni mást. Tehát nem tudtál nem nevetni. Hát igen, főleg hát egy idegen közegben. Hát de nem. Volt olyan, hogy a nagypapa meg a nagymama mind de a kettő atomsüket volt. Az a jobb, hogyha rájátszol és egy poént csinálsz belőle, vagy megpróbálod észrevenni. De idő után neked is kellemetlen, és ilyenkor szólni kell, hogy ne csinálj. Igen, tehát amit már nem lehet leplezni, azt megpróbálod te takargatni. Tehát annak nyilván sem értem. Akkor inkább poént kell belőle csinálni, nem? Hát olyan helyen már voltam, ahol süket volt a nagypapa. De szó szerint atomsüket.
És mondták, hogy ordítsak vele, és nem vitt rá a lélek, nem tudtam egy idős emberre ordítani. Nem azért, annyira tiszteltem, de már milyen volt, hogy beszélgetek normálisan. Arra gondoltál, akkor... hogy majd ordítasz, és így pislog. Akkor mondja a papa, hogy mi? Látta, hogy mindenki röhög, és mondja, mi? Nem akartam odahajolni. Ezt most eljátszott, szóval nem így volt. Ez valóságban így volt, mert röhögtünk valami poénon, hát az öreg meg egy szót nem hallott. Kinevettétek a... Nem, beszélgettünk valamin, és ott ült a papa is, és hát egy szót nem hallott. Próbált, hogy a szájra, bizé. És akkor, és akkor mondta valaki, hogy mondd már a papának is, biztos odahajolok a fülhez, ezt beleordítok minden. Na, a következőre volt szó az elmúlt 10 percben. Na, figyeljen! Papa! A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! No, hát a búcsú blokkunk, az utolsó blokkunk következik ma este, ez a Hotel Végtelen. Úgyhogy itt is ragadnám meg az alkalmat, hogy elmondjam, hogy hotelvégtelen.hu a honlapunk, tessék látogatni, hogyha hiányoznánk hét közben. A Facebookon is rajta vagyunk, Hotel Végtelen, ezt írjátok bele a keresőbe, vagy pedig a hotelvégtelen.hu-ról rögtön át lehet oda menni. Szeretném, hogy minél többen csatlakoznátok ehhez az oldalhoz. Élőben legközelebb jövő héten kedden leszünk 10-től éjfélig ismét, és pedig szombaton szintén ugyanebben az időben, ugyanezen a frekvencián értelemszerűen a 99. A Facebook oldalunk is majdnem minden nap frissül, és ott is azért más dolgok vannak, mint a honlapon, tehát ott is írogatunk. Ez Punk szerkesztésében van jelenleg. Részben igen, és tényleg szinte minden nap van fönt új dolog, úgyhogy mindenképpen érdemes csatlakozni. Egyébként pedig múlt héten fölkerült a Hotel Végtelenre csomó új letölthető teljes adás, úgyhogy ezt használjátok. Tényleg, te letöltötted már? Tele. No, a tiszteletlenség a mai témánk. De bunkó vagy. Lássuk az üzeneteket. A bunkó az egyelőtt tiszteletlen, különben. Bizonyos esetben a stílustalan tiszteletlen az a bunkó. És ha te nem is akarod leplezni, és már úgy mutatkozol, hogy furkó-ferkó vagyok. Én nem is szoktam leplezni. Azt írta nekünk Pánk, hogy kisgyerek voltam, itt volt anyám nagypofájú barátnője, csináltam neki kávét úgy, ahogy anyám itta. Leugatott, hogy nem illik. Itt volt apám, aki vidéken... Nem illik. Máshogy szokta, mondta, hogy mi így isszuk a kávét. És akkor mi van? De mármint, hogy mi nem illik. Tehát nem illik úgy csinálni, vagy nem illik, hogy megízesíteni, hanem rá kell hagyni. Vagy... Behozod a kávét, hogy a Pánk beleköpöd, meg a tejet, aztán beleköpöd, de úgy, hogy lássa mindenki. És azért mondta, na, fiam, ezt azért nem illik. A farigicájával keverte fel. Mert csinálnak ilyeneket a kisfiúk. Igen. Tehát ez nem mondanám, hogy tiszteletlenség az, hogy csinálsz egy kávét magadnak, és akkor ugyanazt megcsinálsz a vendégnek is, mert lehet, hogy egy cukor nélkül is szavagy, vagy háromszor annyi tejjel. Igen, a kávé az bonyolult dolog, ott meg kell kérdezni előtte, hogy mit, hogy tetszik szeretni. Tehát ahol választani lehet, tehát többfajta opció létezik, így köszönöm a szót, ott ha nem is tiszteletlenség, de mindenképp figyelmetlenség az, hogy akár egy vendége ezt megcsinálod. Na, igen, a figyelmetlenség az valamilyen fokú tiszteletlenség. Így van, mert hogyha valakivel szemben figyelmetlen vagy, az azt jelenti, hogy nem érdekel annyira, hogy ő most hogy gondolja. Vagy nem tudtad, hogy kell, hogy érdekeljen. Tehát igen, ez a tiszteletlenségnek egy ilyen alap, de nem, egész alacsony foka, de figyelj, a Pánk akkor még kis csíra gyerek volt, persze. Tehát nem tudta, hogy mi a szokás. Viszont tehát egy gyerektől nyilván... pont fordítva, tehát egy gyerektől nem, hogy tiszteletlenség, mert respektálni kéne, hogy szereti annyira, és próbálkozott azzal, hogy egy finomat összeüssön olyat, mint anyukájának. Tehát aki egy kisgyereket ezért lebgömbölyíz, az tudjuk, viszont hogy hány az éves nagy tahó. Volt, hát gondolom, hogyha még behozott kávét, akkor 5-6 éves lehet. Szerintem ez ilyen... Nem, hiszem azért. Ez ilyen 2-3 héttel most 9 ezelőtt volt. Mondom, nem? Most 9. Pánk, hány éves voltál akkor? De ne hazudj. Őszintén. 10 vagy 11. Na, mutasd az ujjaiddal. Ja. Na. Olvasom még üzenetet, vagy bezárjuk? Ezt most bezárjuk, mert hogy itt a nagymamáról esik továbbra is szó, ezt most már szerintem annyira ne fosztírozzuk, hanem most már lassan konkludálnunk kellene. Van még a tiszteletlenségnek egy olyan szintű valami, amit a legtöbb ember óhatatlanul is elkövet, méghozzá partnerével szemben. Na. Mikor megismerkednek, akkor mindkettőnek vannak valamiféle, ha nem is tabui, de valamiféle olyan dolgai, amikhez ő ragaszkodik. Mondok egy példát. Szokások. Nagyon szereti az egyik a romantikus filmeket, a másik pedig mondjuk a horrorfilmeket, az egyik szeret futni, a másik szeret úszni, stb. És akkor így fogadják el egymást, így másik szeretik szeret meg. Másik szeret tespedni a tévé előtt. Vagy igen, pont ez még jobb. De mikor X idő múlva az egyik beszól, hogy
te hogy lehetsz ilyen lusta féreg, hogy itt tespetsz egész nap a tévé előtt? Az egyik az, hogy... Te meg hogy lehetsz ilyen izgága majom? Jó, hogy állt-e meg rohangál. Szalangálsz mindenhova. Amikor megismerték egymást, és elfogadták tespedő, illetve futóüzemmódban a másikat, akkor megadta neki azt a tisztelet, hogy elfogadta, hogy ez az ember ilyen. Ez az ő egyénisége, így fogadom el, tehát magyarul így tisztelem, ha tisztelek benne egyáltalán valamit. Mikor ezt később az idők múltával felülbíráljuk, pont hát nem revideáljuk ezeket a nézeteket, és ezt még szóvá is tesszük, az viszont számomra a legnagyobb fokot tiszteletlenség. Valószínűleg tartom, hogy ott egyéb problémák vannak a háttérben, pontosan. Hogyha... Ez egy lecsapódási felület, hogy nem azt mondja, hogy te az utóbbi időben elég büdös vagy, mert azt azért mégsem mondja, mert tudja, hogy akkor is büdös volt, nem azt mondja, hogy miért te speciálnom, miért nem mozogsz egy kicsit, akkor a beled van, mint a disznónak. Ez tiszteletlenség abból a szempontból, hogy vagy elfogadjuk, és akkor nem ugatunk be, vagy nem fogadjuk el, és akkor már az elején se fogadjuk el, és akkor rendben van minden. Pánk megírtam a sztorit, hogy azt írta, hogy voltam 5 éves, fogalmam sem volt, hogy lehet más, hogy is inni a kávét, viszont én, ha vendégségben kávét kapok, akkor nem érdekel, mit tesznek bele. Na várjál, térjünk vissza erre a sztorit. Tehát 5 évesen Pánk készített kávét édesanyja barátnőjének. Így van, ez egy nagyon szép. És akkor le lett ugatva, hogy ezt nem így illik, hogy megízesíti úgy, ahogy az anyukája szokta inni. Egyrészt valószínűleg azért soha nem csinált kávét, tehát nagyon szép ez, az igyekezet. Ez a kis jó és tiszta lelkű Pánk gyerek. Ezért lett akkor, ilyen akkor fordult el, és most azért ilyen, ez egy féreg. Azért amúgy, lett ilyen kis, majd, kis Lucifer gyerek, hogy... Most aztán mindenkinek odavágja. Ajas, mint egy időben ő maga viselte ezt a nevet. Igen, Ajas most is Pánk. Viseli. Nem tudom, viseli még? Viseli. Mert ott Pánkot a most Ajas rágalom tönkre. Pánk. A felnőttek tették tönkre. Igen, ott valami megtörhetett. Valami ott megtörhetett benne. A kis lehet. Őszinte szívű, kis mosolygos, tágult szemű kisgyerekből csináltak egy kis Al Capone-t. Vitte hát a kis kezeivel a kávét. Hogy kis rózsás ujjacskájával. Barátnőri, megvan a kávé. És nem kávé. Talált csészét, és a tenyerébe öntötte, és úgy vitte ki. És azóta és meg az már... Az a szenny láda meg. Szégyeljék magukat, akik tönkretettek szegény Pánkot. Pánk. Így van, szégyeljék magukat, akik Pánkot. Ezt csinálták belőle a mi Pánkunkban. Igen. Mi a nők lett gazember. A nők miatt lett ilyen gazember. Hát ez a másik. Az már egyszer, biztos. Ugyanis mit csináltak, azt is taglalom. Jövő héten majd erre visszatérünk. Most nem viszont, szűz még. Nem. Most viszont zárjuk szerintem a Hotel Végtelen. Hát zárjunk be. Kálmán, nálad a kulcs? Nincsen nálam, de hát tudod, a riasztó kódját ismerem. Szólunk a portán. Azt kész. Srácok, lányok, ennyik voltunk mára. Élőben legközelebb jövő héten kedden találkozunk, hogyha hiányoznánk, akkor hotelvégtelen.hu-n találhatok rengeteg teljes letölthető adást. Nem különben addig... a Facebook oldalunkon is különböző érdekességek, ami minden nap frissül szinte. Nem különben blueskocsát is hallgathatunk. Igen, és ilyenkor erről nem nagyon szoktunk beszélni. Ja, hát ugye adás után, ahogy itt lezárjuk ezt az utolsó beszédblokkot, a webkamerán meg lehet nézni, hogy meghajolunk, nektek hajolunk meg, és hát nem szoktunk erről beszélni, de így adás után mi visszamegyünk a kriptánkba, a temetőbe, ahol lakunk. Úgyhogy... Nyugovóra. És béke porainkra, úgy 12 egy után. Hétig. Szevasztok. Szevasztok, viszlát is nem lehetek.